знаете, какие у нас строгие законы существуют в центре. Tudjátok, hogy milyen szigorú szabályok vannak, mondja Rav. A Petek-tikvai Kospanban, hogy tartsuk meg itt is ezeket a szabályokat, tehát ez nagyon fontos, ez eszenciális. Senki ne álljon a bejáratnál, hanem mindenkinek kell kerülni a körökbe. Gyertek be, ez az első lecke. Majd jobban megszervezzük magunkat, ahogy megyünk tovább. Mindenkinek nem szabad akadálya van, hanem inkább segítsük egymást. Tehát ne akadályozzuk egymást, hanem inkább segítsük egymást, mondja Rav. Mi azt tanuljuk együtt, mondja Rav, a Kabbala bölcseletén keresztül, hogy csak egyetlen erő létezik a valóságban. És ez az egyetlen erő tartalmaz mindent magában. És ezen túl semmi más nem létezik. És a teremtmény meg lett teremtve ezáltal az erő által. Egy vágy lett teremtve, hogy élvezzen, egy élvezet iránti vágy lett teremtve, hogy élvezhesse ezt az erőt, ezt az egyetlen erőt. És ez a vágy, ez megkapta a lehetőséget, hogy ő maga létrehozzon egy szándékot. Azaz, hogy a saját erejéből, saját maga megteremtsen egy szándékot, amely képes lesz irányítani ezt a magasztosabb, egyetlen felső erőt, amely önmagában létezik, amely mindent kitölt. Ennél fogva meg kell értsük azt, hogy a szándék, amelyet mi hozunk létre egymás között, ezek a szándékok, vagy ez a szándék, ez felfedik a teremtőt, mint hogyha valami portra szórnánk egy eddig láthatatlan dologra. Én vagy jót akarok, vagy rosszat, vagy kapcsolódni akarok, vagy el akarok távolodni, és ezáltal megnyitom, vagy lezárom ezeket a csatornákat, amelyen keresztül a Teremtő megmutatja magát másoknak. A mi világunk szintjén ez egy ilyen kaotikus módon jelenik meg, hiszen mi nem értjük ezt, nem ismerjük, hogy mivel is foglalkozunk, mivel is állunk szemben. Mi mindenfajta fluktuációkban, különböző kicsapongásokban vagyunk, de a spiritualitásban minden egy szervezett, célirányos, rendszeres módon történik. A teremtmények azok meg vannak szervezve, és megszervezik magukat függetlenül a szabadságokat felhasználva, hogy maximálisan létrehozzák egymás között ezeket a szándékokat, ezeket a kapcsolatokat, hogy képesek legyenek maximálisan megmutatni a Teremtőt ezeken keresztül. Tehát, hogyha nekem van egy pozitív szándékom valaki fel, akkor rajtam keresztül a Teremtő fénye megmutatja magát, felfedi magát kifele nekem helyes szándékom van, és ez cserében vice versa így történik. Minél erősebb az én szándékom, az objektum, vagy a másik személy fele, a Teremtő fénye annál inkább manifesztálódik, megmutatja magát. A Teremtő fény az egy egyetlen erő, mely mindent megtölt, amely egy homogén erő, mindenhol mindent megtöltve, minden számára, mindenki számára, de mi ezt megszervezzük a szándékunkon keresztül, és akkor egy ilyen módon a szándékunkon keresztül a mi teljes munkánk az végül is oda szorítkozik,
hogy meggyűjtsük a helyes szándékot, hogy felépítsük a helyes szándékot, hogy megnöveljük azokat, hogy azokat fókuszáljuk, koncentráljuk, hogy összekapcsoljuk azokat egy hálózatban. És akkor ebben a hálózatban manifestálódik, megjelenik ez az egyetlen erő, melyet úgy nevezünk, hogy a teremtő ereje, és akkor ezt a cselekedet nevezzük úgy, hogy a teremtő felfedése a teremtmények felé. Tehát a teremtmény az nem egy vágy, amely egyedül lett megteremtve a teremtő által, hanem ez a vágy önmaga még nem elég, és ez maga passzív, de az csak is azáltal működik, hogy egy helyes szándékot hoz létre, amely a fölé kerül, azt irányítja. Tehát a szándék irányítja a vágyat, és ez a szándék által irányított vágy képes felfedni a teremtőt, és ez képes akkor irányítani a teremtő erejét, és akkor az cselekszik mindenhol, bárhol. Itt látjuk ugyanezt a Tóra megszerzésekor, a kabbalista módszer átadásakor, amelyen keresztül mi képesek vagyunk megformázni magunkat, és megformázni magunkon belül ezt a szándékot. Mivel ez lett mondva, hogyha ti egy emberi, egy szívvel akartok válni, egyetlen testben, egyetlen szív, egyetlen testben, hogyha ti erre vágytok, hogy képesek egy ilyen állapotban lenni, ahol abszolút kölcsönös garanciában vagytok kapcsolatban egymással, akkor ez a módszer működik számotokra, akkor ez a módszer megfelelő számotokra, és akkor ti képesek lesztek azáltal, hogy felhasználtok ezt a módszert, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, egymás között, hogy átmentek ezeken a gyakorlatokon egymás között, akkor ti képesek lesztek kiváltani a felső fényt, amely képes korrigálni titeket, amely képes megtölteni a helyes viszonyrendszert közöttetek, ezt a hálózatot, az erők hálózatát, ezt az erők hálózatát, és akkor az megformálódik bennetek, és ezt nevezzük léleknek, ezt a kapcsolathálózatot, amely belül ez az erő megjelent, ez a lélek. Azaz, hogy ti képesek lesztek a helyes cselekedeten keresztül kiváltani a felső fényt, és akkor ez létrehozza közöttetek a helyes szándékot, azáltal, hogy kéritek tőle, hogy ezt megtegye. És akkor képesek lesztek majd felfedni az egyetlen erőt a szándékotok szintjén egymás között, és akkor képesek lesztek létezni nem egy földi szinten, hanem egy felső spirituális szinten lesz te képesek létezni. És ez volt a parancsolat az első kabbalista csoport számára, amely eljutott erre a szintre, amelyen az képes volt ezt a módszert magáévá tenni. Tehát minden az ebben található, hogy mi létrehozzuk egymás között a helyes szándékot, megformázzuk egymással szemben, a személy a csoporttal szemben, vagy a világgal szemben, és akkor közöttük is, amekkora mértékben ők elkezdenek egyesülni egymás között kölcsönösen, akkor megkapják azt a lehetőséget, hogy helyesen forduljanak a teremtő felé, hogy felfedjék a teremtőt egymás között azon a szabályon keresztül, hogy minden egyes barátban benne található a teremtő. Tehát minden egyes baráton keresztül felfedezhető a teremtő. Ennél fogva azt, hogy szeress fele barátodat, mint saját magadat, természetesen mi képtelenek vagyunk önmagunktól, nekünk helyes erőfeszítést kell tennünk ennek a körbevő fénynek a hatása alatt, és akkor megjelenik rajtunk ennek a hatása, az érződik, annak a cselekedete érződik rajtunk, és akkor fokozatosan mi elkezdjük megérteni egyre inkább, hogy mit is jelent az, hogy mi összekapcsolódunk egymással. Mit is jelent ez a kapcsolat, hogy én hogyan akarok kilépni magamból, hogy összekapcsolódjak másokkal, hogyan tudom lenullázni magamat mások előtt, hogyan lehetek képes megmutatni magam másoknak, mint nagy, mint erős, mint aki mindent tud, annak érdekében, hogy felemeljem a többieket, hogyan lehetek képes hozzájuk így viszonyulni egyetlen egységként, egyetlen, amint egyenlővé válunk egymás között.
És így tovább, és így tovább. Az összes feltételei a teljes kölcsönös garanciának, amikor én megpróbálom megtartani, mindezt megpróbálom ezt megtartani, mivel ezentúl semmi más nem létezik, semmi más nem kell tennünk, hiszen a fény végez minden mást. Tehát a felkészülés az, hogy felkészüljünk a közöttünk levő kapcsolatra. Ez a legfontosabb dolog, hogy felkészüljünk erre az állapotra. Ez a legfontosabb, amit tőlünk úgymond elvárnak, hogy követelnek, de minden mást a fény tesz. És itt, ahogy már beszéltünk erről korábban, képzeljük el, hogy a Teremtő az nem adna nekünk a képességet, hogy megszervezzük ezt a szándékot egymásért, hanem ehelyett mi nem lennénk képesek semmit tenni, kivéve, hogy létezzünk ebben az állapotban, ahogy a Teremtő előtt ülünk, a házigazda előtt ülünk, és mindent felzabálunk, mindent megeszünk, amit tőle kapunk, és szégyentől lángolunk, és mégis képtelenek vagyunk, tehát arra vagyunk kötelezve, hogy mindent megegyünk, mindent elfogyasztjunk, ami előttünk áll, és minden egyes harapással, minden egyes kortyintással, bármit is vegyünk, amit megkapunk, egyre inkább mi szenvedünk, egyre erősebben szenvedünk. Ez egy olyan állapot, amely létezett a Malchut de Ein Sofban, mielőtt az megtette az első megszorítást, a Cimcum Alefet, ez okozta, hogy ez a Cimcum Alef megtörténjen. Tehát akkor mi is történik itt? Egy hatalmas szégyen érzet jelenik meg, és ez a képtelenség, hogy beteljesítsük ezt a helyes szándékot. És akkor jön egy másik kérdés persze, hogy miért van az, hogy nekünk létre kell hoznunk a helyes szándékot, nem a szégyen alapján, hanem hogy milyen érzésből. Én kifejezetten elhoztalak titeket ehhez a kérdéshez. Ezt akartam, hogy ezt a kérdést elérjük. A Malchut de Ein Sof a szenvedésén keresztül, a lángoló szégyenen keresztül kényszerítve lett arra, hogy végrehajtsa az első megszorítást, képtelen volt megtartani ezt az állapotot, hanem megtelt egy hatalmas élvezettel egyrészt, másrészt viszont képtelen volt megtenni ezt a hatalmas élvezetet. Képtelen volt az élvezet érzetét megtartani, ezt nem tudta fenntartani, ez csak létezett párhuzamosan a hatalmas szégyennel. Tehát a kettő szimultán módon két érzés együtt, tehát egy hatalmas szégyen és hatalmas élvezet. És ezek nem nullázták le egymást, ez a két érzés, mert egyébként ez a megszorítás nem történt velem. Képzeljük el, hogy előttem ül valaki, amit mindent odaad nekem, amit csak kérnék. Mindent megkapok tőle, és nekem ezt el kell fogadnom. Nem tettek más, mint hogy elfogadjam. És én semmilyen módon nem vagyok képes igazolni a cselekedetemet. És ugyanakkor én lángolok a szégyentől, és nem vagyok képes lefedni ezt a szégyent semmilyen módon, mint ahogy ebben a világban ezt tesszük. És ez a két érzés, és bennem ez párhuzamosan, tehát a hatalmas élvezet, és az, hogy a házigazda minden finomsággal ellátott engem, minden pontosan, hogy én szeretnék, a végtelen szeretetén keresztül mindent átad nekem,
ez csak egy bőség, ami jön tőle, és nekem ezt el kell fogadnom, és én élvezem ezt, és találok ebben mindenféle elégedettséget, és nem vagyok képes ezt elutasítani, hiszen hatalmas élvezet, de ugyanakkor érzem ezt a hatalmas lángoló szégyent, és nem vagyok képes ezt visszautasítani, de nem tudom, hogy mit tegyek. És ez hoz el minket a megszorításhoz. A Teremtő megadja ezt a lehetőséget, hogy a személy úgymond lezárja ezt, hogy megtagadja magától ezt az élvezetet, mert egyébként nem képes létezni a hatalmas szégyen miatt. És a következő állapot, ugye, ami később történik, az egész rendszerből épül föl, amikor a Teremtmény elkezdi korrigálni magát a megszorítás után, és akkor elér a végső korrekciót, azon a ponton, ahol minden, ami a Teremtőtől jön, az elfogadható a Teremtmény által, de szégyen nélkül. És akkor az elfogadható szeretettel, büszkeséggel, egyenlőséggel, egyenrangúsággal, hogy elért egy egyenrangú szintet a Teremtővel, és ezáltal eléri a Teremtővel való összeolvadást. Miért nem rendelkezünk egy ilyen állapottal a mi világunkban? Ez a kérdés. Miért nem létezik egy ilyen állapot a mi világunkban? Ez az első kérdés, mondja Röv. Tehát nekünk, mondja Röv, emlékeznünk kell arra, hogy a csoport állapot, amire alapul, hogy hogyan kell megválaszolnunk ezeket a kérdéseket, hogy mindannyian együtt legyünk közösen, hogy megkapjuk a választ, nem a fejünkön, az értelmünkön keresztül várjuk a választ, hanem a mi kapcsolatunk pontján keresztül, a közöttünk levő kapcsolat pontján keresztül, és ott kapjuk meg a választ a központban, hogy a választ az, mint a fény hatása jön meg, hogy ez a fény ragyogjon bennünk a csoport, a kör központján keresztül, és ott kapjuk meg a választ ebben az illuminációban. Ez az, amire várunk, hogy ez az illumináció megjelenjen. Tehát mi keresztül megyünk mindenfajta erőfeszítésen egymás között, de állandóan, megállás nélkül, állandóan mi arra szándékozunk, hogy ez a fény megjelenjen közöttünk, ami megadja nekünk a választ. A fény, ez egy érzés kell, hogy legyen. Tehát a fény, ez elhozza nekünk ezt az érzelmi benyomást, amitől megkapjuk a választ. Tehát válaszoljuk meg a kérdést. Mondja Rav. Oké, tehát itt vagyunk, a csoport központjában, mondják, és a legkevésbé értett dolog számomra ez a csoport központja, mondja a srác, hogy hogyan várjunk arra, hogy a válasz ez a csoport központjá jöjjön, ez, amit képtelen vagyok megérteni, mondja Musi, hogy hallanak minket, jó? Oké. Tehát én azt hiszem, mondja Musi, azt hiszem, hogy hallanak engem a teremben is, nem? De ugye a mikrofon ki van hangosítva a teremben is, nem? Oké, mondja Musi. Oké. Tehát én azt hiszem, hogy mi különbözünk a Malhud Einsoftól, mivel a Malhud Einsof érezte ezt a sényt, ezt a szégyent, és ami által mi el vagyunk kötelezve arra, hogy legyen szabad választásunk. Tehát ez a különbség a Malhud Einsof, és közöttünk a Malhud Einsofnak nem volt szabad választása, tehát azonnal kényszerít veled valamilyen cselekvésre a Teremtő és a szégyen érzetén keresztül. Musi. És én azt hiszem, egyelőre valami gond lehet a hanggal, mert megállnak. Tehát valami nem működik, tehát eddig az volt a baj, úgy éreztem most, hogy a teremben is ki lett hangosítva a hangja. Tehát most ezért van várás. A hangot próbálják javítani. Oké, technikai probléma, mondja Zohar. Oké, tehát azt kérdezik, hogy mi legyen, hogy a fókusz, ezt ott lehet hallani a teremben is. Oké, jól hallottak? Oké. Tehát én azt hiszem, hogy a lényeg az,
hogy a mi szabad választásunk az a lényeg, ahol miközben a malhut érzi ezt a szégyent, hogy az első megszólítást végezze, ezért születünk ebben a világban, ahol a megszerzés iránti vágyunk, mi nem kérdezzük magunktól azt, hogy mi történik, ez csak megtörténik bennünk automatikusan. Mi nem kérdezzük, hogy van-e valami adakozó, akitől mindent kapunk. És ebben a pillanatban, amikor mi elkezdjük kérdezni magunktól, hogy hogyan tegyük ezeket a cselekedeteket, ez nem természetes. A természetes az, hogy én nem kérdezek semmi kérdést, hanem automatikusan ösztönszerűen cselekszem. Tehát én azt hiszem, hogy a szabad választás az, ami irányít minket, hogy szabaddá váljunk, az eredendő természetünktől. Ez az, ami vezet minket, hogy ezt akarjuk elérni. Következő. Miért kell nekünk, hogy nem a szégyen érzetből, hanem mit is kell építenünk, honnan építsük a szándékot? Ez a kérdés. Ez a kérdés, amit leírtam. Tehát milyen más érzésből tudjuk ezt? Mivel a szégyen az érzés, amikor egy törést érzünk, egy korrupciót érzünk, amikor a teremtmény érzi ezt, és nem vagyunk képesek érezni a helyes szándékot, és a szégyenből akkor egy megszületést teszünk, hiszen nem maradhatunk meg ebben az érzésben, nem vagyunk képesek megmaradni ebben a szégyen érzetben. És csak is akkor, amikor megszületést teszünk, akkor vagyunk képesek úgymond visszajönni és érezni ezt az érzést a megszületés után, és akkor vagyunk képesek visszajönni és érezni a teremtőnek a fényét. És miért csak egy ilyen állapotban? Azért, mert a világ az eljutott ebbe az állapotba, mivel mindenki a természetes egójában él, és jól érzi magát. Tehát akkor miért nincs egy ilyen állapot a világunkban, mint a szégyen a Hudenszóban? Az a személy, aki eljön a kabalát tanulni, az kezdi el érezni ezt a szégyent a teremtő fele, és akkor onnan kezd el eljutni a helyes szándékhoz a csoporton keresztül, és a reformáló fényén keresztül. És ha én jól értem, hogy a következő, akkor van egy példa, amit nagyon szeretek. Tehát egy különböző állapotokban vagyunk, amikor a személy elmegy a földre, és akkor lát valami gyümölcsöt, és akkor megeszi, és semmi szégyen nincsen, hiszen nem tartozik senkihez, mint hogyha az csak önmagában ott lenne ez a gyümölcs. És van másik, aki bemászik valakinek a kertjébe, és onnan vesz egy gyümölcsöt, és akkor ott már valakinek a tulajdonát veszi el, ahonnan ellopta ezt a gyümölcsöt. Tehát akkor nincsen szégyenérzetünk, mert egyelőre nem érezzük természetesen, hogy ez valakihez tartozna, hogy valakitől elveszek valamit, vagy valakitől elfogadok valamit. Egyelőre nem érezzük, hogy életünket valakitől kaptuk, vagy valakitől függ az életünk, hogy van valami forrásunk, amivel szemben szégyent kéne éreznünk. De abban a pillanatban, amikor mi elérjük ezt az érzést, hogy ez valakihez tartozik, akkor kezdünk a szégyent érezni. Igen, amikor a személy az ennek a világnak a programjában van, akkor azt gondolja, hogy csak ez a program vezeti őt, nem képes semmit szélesebben látni, nincs egy lehetősége, vagy olyan érzéke. Csak a személy, aki elkezdte tanulni a kabala bölcseletét, képes valamilyen módon kilépni az ösztönös irányítás alól, ennek a szoftvernek, a programnak az irányítás alól, és akkor már képes úgymond kívülről nézni, és akkor természetesen a szabad választás megjelenik, és akkor képes elkezdeni megvizsgálni, érzi, hogy van valami nagyobb dolog itt, és akkor már hajlandó ennek a nagyobb erőnek a hatása alatt lenni, amelyről egy egyszerű személy nem is tud. Én azt hiszem, hogy a szégyen érzete az egy átmeneti érzés, és a következő érzésünk az a szeretet érzete. És akkor nekünk meg kell tanulnunk először is, hogy hogyan kezdjünk a barátokkal, és akkor utána látnunk kell ennek a világnak az irányítását, akkor van egy ilyen állapot, amikor a szégyen állapot az tovább megy, és akkor megjelenik az állatérzete, és akkor nem akarjuk, és akkor utána már egy olyan keretek között vagyunk, ahol megértjük, és megtanuljuk, hogy hogyan is kell szeretnünk, hogyan szerethetünk. Ez egy korporális mód, de van egy bizonyos elképzelés ebben, amiről beszélhetünk. Következő. Nos, Balhasulam
az elrejtett, ez nyilvánvaló, de a csoport azaz, hogyha mi eljutunk egy olyan állapotba, ahol mindenek ellenére mi látjuk, hogy ő a házigazda, és ő adja nekem ezt a szégyenérzetet a csoportos ember, akkor ez egy jó állapot, ahol én már kilépek magamból, és akkor már képes vagyok ezt látni a barátaimon, és akik még nem így élnek, és ez az érzés, ez ahol a teremtő megjelenik mindenek mögött. Következő. Én azt hiszem, hogy mi tekinthetjük a szándékunkat, hiszen a teremtőnek ezt meg kell akadályozni, amikor mivel már nem vagyunk képesek elviselni ezt a szándékot, ameddig nem vagyunk képesek ezzel megbirkózni. Ennél fogva az összes mozgásunk az arra szolgál, hogy felfedjük a gonoszt, és akkor kölcsönös támogatásra van szükségünk, és akkor bármilyen szégyen érzet ebből az érzésből származik. Én a barátokra gondolok, mivel miért gondolnék a szégyenre, hiszen az első megszólítás soha nincs eltörölve. Ezért van az, hogy ez kezdetben megtörtént, vagy a teremtő által, vagy a teremtő által, és sem mindegy, hogy hogyan. És nem adja meg nekünk a lehetőséget, hogy a szégyenből dolgozzunk. És ez lett mondva ezzel szemben, hogy szeress felvedet, mi saját magadat, és akkor a szeretet érzetén keresztül megyünk mind az összes vágyon. Ez nem lehet, hogy adjad nekem ezt a vágyat, meg azt, hanem csak az, hogy szeress felvedet, mi saját magadat. Azaz, hogyha mi elkezdünk dolgozni, és elkezdjük megszerezni ezt a szándékot, akkor én szerintem sikeresek leszünk. És ahogy a dolgok fejlődnek, ahogy alakulnak, mi a nulláról indulunk, nem csak hogy szeretetről indulunk, hanem miért is gyűltünk itt össze, a nulláról indulunk. És mi rendelkezünk egymással, rendelkezünk a szeretetekkel, és ennél fogva ez már kifejezhető, mint egy gyerek esetében, és ezért van az, hogy mi látszólag rejtettségben vagyunk egyelőre. És mi szeretnénk megnyitni ezt a rejtettséget, nem hogy elégessen minket, hanem annak érdekében, hogy képesek legyünk megvédeni magunkat ettől a szörnytől, ami bennünk létezik. Következő. Ez a felfedés, ez a fokozatos felfedés ennek a szégyennek, ez annak eredményeképpen történik, hogy a teremtő megteremtett bennünk egy bizonyos korábbi előesetet, vagy egy precedenciát, ahol elhozott minket ebbe az állapotba, tehát mint hogyha ad nekünk valami hatalmas edényeket, a rabásnak a tanácsait, a csoportban való munkát, és mindannak érdekében, hogy felfedezzük a minimális mértéket, amelyet képesek vagyunk megkapni, a szégyen minimális mértékét, hogy képesek legyünk elfogadni a teremtő fényét szégyen nélkül, akár a legminimálisabb mértékben. Mi folytatjuk a gyereknek a példájával és a gyerek példájával, ahol valóban ez egy bizonyos fokozatos fejlődés, amikor nézzük a gyereket, akkor ott is kezdetben nem érez semmilyen szándékot, aztán egy bizonyos állapoton, amikor keresztül megy, akkor mikor is történik, amikor már elkezdi érezni, hogy függetlenné vált, hogy már leválik a szüleiről, már akkor elkezd szégyent érezni. Én nem jöhetek ma. Rav. Mi egy olyan állapotban vagyunk, mondja Rav, ahol nekünk egymás között kell létrehoznunk spirituális feltételeket. Azaz
egy olyan állapotot, hogy én a csoport fele, úgy, mintha én a teremtővel állnék szemben. Tehát én úgy állok a csoporttal szemben, mintha a teremtővel állnék szemben. Nekünk létre kell hoznunk a feltételeket egymás között, a megfelelő feltételeket egymás között, ahol a csoport fele nekem szégyent kell éreznem, hogy éreznem kell előttük, hogy az első megszólítást a csoporttal szemben kell létrehoznom. És hogy folytassam és építsem az attitűdöt feléjük, mint hogyha előttem a teremtő állna. Persze ez egyelőre egy színház, de mégis, hogyha én egy ilyen módon működöm, hogyha egy ilyen módon viselkedem, akkor elkezdem helyettük a teremtőt érezni, a barátok helyett elkezdem a teremtőt érezni. És ez az, ahogy mi eljutunk egy bizonyos állapotba, ahol már én valóban képes vagyok magamat a csoport felé úgy beállítani, hogy úgymond első megszületést végzek magamon a csoport fele. És akkor ez hogyan foglalható össze a csoporttal szemben? Ezek a rabas feltételek, amiket megtartok, tehát ebből áll. Milyen rabas feltételeket tartok meg a csoport fele, hogy elérjem ezt az első megszületést a csoport fele? Tehát ez a kérdés. Fókusz ezt, hogy megszólítást végezzek a csoporttal szemben, azaz, hogy ez nem arról szól, hogy kihasználjam a barátokat a saját magam érdekében, azaz, hogy a reformáló fény segítségével elkezdek szégyent érezni, hogy nehogy kihasználjam a barátokat, hogy szégyent, amikor önmagam iránt akarok megszerezni, és a barátok fele, hiszen a barátok, tehát tudom, hogy a szégyen érzete az a lehető legrosszabb érzést, amit a teremtmény érezhet, a szégyen az a legpusztítóbb érzés, és abban a személy, pillanatban, amikor a személy ezt érzi, akkor nem képes megmaradni az állapotban, akkor megszólítást kell tennie, és akkor valóban nem használom föl ezeket a vágyakat, amelyeken keresztül a szégyent éreztem, akkor nem használom ki a barátokat a magam érdekében. Következő, hogy hozzátegyek ehhez, én azt hiszem, hogy ez a rabas alapelveken keresztül, amikor a csoport fontosságáról beszél, hiszen nem magammal szemben nézik, igazából nem tudok semmit tenni, hiszen ez mind nagyon absztrakt, ez jól értett, vagy nem értett. Ez a lényeg, ahol én megnövelem a barátoknak a fontosságát, a csoportnagyságát, és akkor erőfeszítéseket teszek annak érdekében, hogy a barátok megmutassák nekem egyre inkább az ő nagyságukat, megmutassák nekem a fontosságukat, és ebben a mértékben az egóm az eltörlődik, hiszen eltörlődik a barátok nagyság előtt, a magasabb előtt, és amikor az egóm az látja, hogy a barátok kisebbek, akkor én soha nem vagyok képes lenullázni magamat. Tehát csak is egy ilyen módon láthatjuk, amikor látom a barátok nagyságát, a teremtő nagyságát, akkor már több is semmi problémám, hogy lenullázzam magam, hiszen látom, hogy milyen hatalmasak ők. Igen, és annak érdekében, hogy ez a folyamat megtörténjen, nekem állandóan a barátoknak a fontosságát, nagyságát kell látnom, hogy megmaradjak ebben a folyamatban, és hogy eljussak a megszólítás pillanatához, és ezért így kell felépítenem magamat, és ezt kell növelnem, hogy ne tűnjek el, azaz, hogy kapcsoljunk össze egy olyan módon, hogy képes legyek dolgozni, és hogy ne meneküljek el, hogy ne adjam föl ezt a harcot, ezt a belső küzdelmet. Nos, nekem a csoportkám kell lennem, hogy átmenjek az összes lehetséges állapoton a csoporton belül. Esetleg folytassuk azt, amiről tegnap is beszéltünk, tehát a szándék a cselekedet előtt. Tehát mondhatjuk azt is, hogy miért kell nekem megtennem, amit meg akarok tenni. Tehát mi a szándékom ezzel. És mondjuk azt, hogy azzal kezdjük, hogy én érezni akarom a spiritetást, vagy én érezni akarom az adakozást. És át akarok menni a maximumon. Ez igazából nem hangzik úgy, hogy spiritualitás, hogyha így állok hozzá. És hogy erőfeszítést tegyek a kongresszuson, erőfeszítést ezek a barátokba, hogy lássuk a barátokat, majd nézzétek, hogy dolgoznak a sugárzáson, meg a szolgálaton, a kongresszuson. Ez úgy tűnik nekem, hogy ennek a tetején már képesek vagyunk egy helyes szándékot tenni, hogy miért is csinálom mindezt. És akkor lényegében, hogyha mi egy ilyen módon működünk, már
akkor az összes rabas alapelvek ide betehetőek, és akkor azok gyümölcsöznek, és akkor meg képesek vagyunk egy megszültest tenni a barátok érdekében. Azaz, én semmit nem tehetek a saját magam érdekében, hanem éreznem kell ezt az erőteret megélni körülöttem, ez a környezet, amely kötelezi az egómat, hogy visszalépjek egyet, hogy magamat megszüntessem. És mikor történhet mindez meg? Csak is a nagyság érzete előtt, hiszen egyébként csak én vagyok a nagy, de a csoport, ez a környezet, amely állandóan dolgozik a nagyságon, a fontosságon, a barátok nagyságán, fontosságán, az felbosszantja az egómat, azt okozza, hogy az egóm úgy érezze, hogy én le tudom nullázni magam, és ezt kell csináljuk állandóan, az egónak nem marad más választás, mint hogy lenullázza magát. Igen, és az összes rabas arapelv, hogyha beszélünk arról, azok mind itt állnak ezelőtt a cél előtt, amikor dolgozunk magunkon annak érdekében, hogy a barátokat nagyként lássuk. Ez egy bizonyos munkánk az egóval. Amikor nekünk ezt át kell adjuk nekik, azaz ne érezzünk szégyent, hanem hogy lássuk, hogy valamilyen módon, hogy segítsük a másikat, hogy ki kell egyenesítenünk a viszonyunkat a többiekkel, és teljes erőnkkel meg kell próbálnunk, hogy egyenlővé váljunk, hogy mindenki egyenlővé váljon a szemünkben, hogy mindenki egyenlővé váljunk. Azaz dolgozzunk az összes erőnkkel a barátok érdekében. Dolgozzunk teljes erővel a barátok érdekében. Ez az, ahogy kezdődött az Ein Sof világában, és ahol a teremtés elkezdte kiegyeníteni magát a teremtő attitűdje fele, a teremtő attitűdjével próbálta a saját attitűdjét kiegyeníteni, hogy a teremtő szeretetét megpróbálva viszonozni. Ugye ezeken az állapotokon megyünk keresztül a közvetlen fény négy fázisán. Mi megtesszük a megszorítást, és amikor mi megnöveljük azt a barátokat a szemünkben, akkor van egy olyan érzés, hogy ami érzékelhető a teremtésen keresztül, a szerető teremtőn keresztül, hogy ezt a csoporton belül csináljuk másrésztről ezek a fények, amelyek elkezdenek befolyásolni minket, ahonnan már képes vagyok befolyást kapni. Nos, ezek elhoznak majd engem, hogy az értékrendszerem megváltozzon, és akkor lassanként én már egyre kevesebb vágyat érzek e fel a világ fele, és egy kicsit több. Tehát az első megszültés akkor jelenik meg, amikor bennem vágyak ébrednek föl, amely, tehát ezen a létezésen keresztül képesek leszek az egységért dolgozni a csoport érdekében, és ez a lényeg. Következő. És akkor létezik ez a tapasztalat, ahogy az egóm tapasztalja ezt a pontot, amely elhozott minket a csoporthoz. És én azt hiszem, hogy képesek vagyunk már úgy beszélni, ahol partnerré váltunk, ahol létrehozzuk a csoportot egymás között, hogy mi magunk építjük a csoportot, és ez képessé teszi minden egyes szemét arra a szívben tartó ponttal, hogy kihangsúlyozza a saját pontját az egója fölött, és hogy lenullázza magát. És akkor egy ilyen pillanat akkor jön, amikor mi egyé váltunk egy az egyben, mivel a barátok előtt nem vagyunk képesek győzedelmeskedni az egónk fölött, de a csoporton belül akár két barát között is elkezdhetünk adakozást látni. És akkor, hogy milyen hülye vagyok, látom, hogy ők összekapcsolnak, milyen féltékenységet érzek feléjük, és látom ezt az erőt, amely elkötelez engem arra, hogy lenullázzam magamat feléjük, és akkor nem mondok valami nevet, vagy bizonyos alapelvet, hanem egyszerűen beleegyezünk a rabas alapelvekbe, és azzal dolgozunk. Ebből az következik, hogy nekünk fel kell emeljük, tehát hogy le kell nullázzuk magunkat, tehát hogy először is lenullázzuk magunkat, és akkor esetleg le tudjuk nullázni a nézőpontunkat,
De általánosságban le kell nullázzuk a vágyunkat, a vágyunkat belül kell lenulláznunk, és akkor a megszorítás már, amikor a csoportért aggódok, és tehát ez így történik. Rav, mi beszéltünk már arról közösen, arról a tényről, hogy amikor megkaptuk a kabala bölcseletét, hogy hasonlóvá akarunk válni a felső erőhöz, akkor milyen szörnyű lenne, hogyha mi megmaradnánk ebben az állapotban, ahol vendégek vagyunk a házigazdával szemben, aki egyrészről, mármint a vendég élvez mindent, amit megkapott a házigazdától, az összes finomságot, hiszen ettől a házigazdától szükségszerűen mindent elfogad, hiszen nem tud mit kezdeni ezzel, nem tud elmenekülni ettől, hiszen ez egy olyan élvezet, nem tud képes elszakítani magát, hiszen ez a felső fény, ez megtölti teljesen. Azaz a személy élvezi mindezt, és mindez együtt szenved, de hatalmas szenvedést élvez, és ez a két állapot, a élvezet és a fájdalom nem törli ki egymást, nem semlegesíti egymást. Tehát ez az első állapot. Ez elhoz minket egy olyan állapotban, ahol érezzük az első megszorítást, amely a teremtő úgymond engedélyt ad. És akkor itt látjuk, hogy a következő küldetésünk az, hogy beteljesítsük a viszonyunkat a Teremtővel, tehát hogy kiszámoljuk, hogyan tudjuk beteljesíteni a kapcsolatunkat a Teremtővel, és akkor az első megszűjtésnek köszönhetően az állapotunknak megfelelően, ahol voltunk, amikor mi a Teremtő helyén álltunk, egy ilyen állapotban, ahol hasonlóvá váltunk a Teremtőhöz, vagy ő vált hasonlóvá hozzánk, és akkor mi hasonlóvá váltunk egymáshoz, tehát nekünk meg kell mutatnunk egymásnak, hogy én azokkal vagyok, akik hasonlóak velem, és mi végrehajtjuk ugyanazt a cselekedetet, mint hogyha Teremtővel állnánk szemben. Tehát semmi probléma nincsen. Vagy egy barát, vagy a csoport áll előttem, vagy a Teremtő maga áll előttem, de az egy és ugyanaz. Egy és ugyanaz számomra. És akkor innentől kezdve a feltételek megteremtődnek, hogyan kell a barátokhoz viszonyulni. Tehát mindezek a feltételek, ezek párhuzamosak és adaptálhatóak a Teremtő iránti attitűdünkre, vagy a viszonyunkra. Ez kettő alkalmas egymásra. Tehát például ne tedd a barátoddal azt, amit gyűlölsz magad számára. Ez azt jelenti, hogy pontosan, mint ahogy én a barátommal szemben viselkedem, ugyanúgy kéne a Teremtővel is viselkednem. Lenullázom magam a barát fele, akkor lenullázom magam a Teremtő fele is. Ezért tedem magamat magasabbá, hogy adhatok a másiknak, ezáltal ugyanígy állok a Teremtőhöz is. Azaz, tegyem magam egyenlővé a barátokkal, azokat mind egyenlővé téve, hogy ne hangsúlyozom ki egyiket a másikkal szemben, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek mind feltételek, amiket a Teremtővel szemben is megtettek. Azaz, állandóan képzeljük el magunk előtt a csoportot, mint azt, amit én megkaptam, amely meg lett alapozva számomra, hogy én képes legyek gyakorolni az attitűdömet feléjük, hogy ugyanabban a mértékben gyakorolom az attitűdömet, amikor a mértékben attitűdöm helyes a csoporton belül, ugyanabban a mértékben felfedem a Teremtőt ugyanez az attitűdön keresztül, csak is abban a mértékben, amikor a mértékben a viszonyom a csoport fele, az korrigált vagy nem korrigált, ugyanúgy én ezt érzem a Teremtővel szemben is. Tehát akkor, amikor én korrigálom a cselekedeteimet, akkor az ugyanúgy, mint hogy ezt a rabas írja a leveleiben a tanítványainak. Pontosan ugyanígy, ahol én lassanként, ahogy ezt ő is írja, és itt én látom, hogy a szívem együtt lüktet a barátokkal, mint hogyha már a több sok mérföld nem képes minket elválasztani egymástól, megölelem őket, a lábam velük táncol, és semmi más nem marad, csak a barátok, és én magam sem létezem már, csak is a barátok léteznek. És amikor a személy eljut ezekbe az állapotokba, akkor természetesen mindazon túl, amit addig látott maga előtt, már elkezdi látni, csak ezt az egyetlen létező erőt kezdi látni, ahogy ez megjelenik előtte, hogy ez az erő megjelenik előtte a Teremtő. Tehát
Mi megvizsgáltuk az első megszorítást, és megvizsgáltuk a személy attitűdjét a feltételek megtartása felé, azaz, hogy ne tedd a másikkal azt, amit magad is gyűlölsz magad számára, és így tovább, és így tovább. Nos, ez a feltétel, hogy szeresd magadat, vagy szeresd a barátokat. Hogy szeresd fel a barátodat jobban, mint saját magadat, vagy szeresd magadat, tehát ez azt jelenti, mint magadat, ez azt jelenti, hogy jobban, mint magadat, ez a teremtő tulajdonság, hogy jobban kell szeressen a barátodat, mint saját magamat. Tehát amikor azt mondjuk, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat, ez azt jelenti, hogy jobban, mint magadat. Tehát akkor a személy viselkedésében milyen feltételekre van szüksége a csoporton belül, hogy eljussunk ide, és hogy ennek eredményeképpen van-e még szükségünk plusz feltételekre, hogy elérjük a teremtővel való szolvadást? Tehát én szeretem azt a tényt, hogy ti egy kicsit nem koncentráltak vagytok, mint hogyha nem lentétek koncentráltak, és ez arra kényszerítiteket, hogy egymás között találjátok meg a megoldást. Tehát jó, hogy egy kicsit szétszórtak vagytok, próbáltok egymás között most fókuszálni, mondja erre. Beszéljétek ezt meg, merüljetek el az állapotba. A legfontosabb az, hogy a csoportot én azért kaptam, hogy gyakoroljam az állapotaimat a teremtővel szembe. Oké, tehát akkor megbeszéljük ezt az állapotot, beszélünk az első megszorításról, és nyilvánvaló, ahogy ezt mondta, hogy ne használjuk ki a barátokat a magunk számára, mindenki itt ül, és én eljuttam erre a kongresszusra annak érdekében, hogy kihasználjam őket, hogy átmenjek a maximumon, de az első dolog az, hogy ne használjuk ki a barátokat a magunk érdekében. Mindenkinek megvan a saját tehetsége, hogy hogyan használja ki a többieket, hogyan zsákmányolják a többieket, tehát megtesszük a első megszorítástére, és a következő állapot az valószínűleg az, hogy hogyan használjam fel a tulajdonságaimat, a tehetségemet az ő érdekükben. Hogyan tudom kihasználni saját magam a többiek érdekében, hogyan tudok kezessé válni számukra. A cél fontosságában meg biztos van még más feltétel is. Oké, következő. Tehát a következő az a feltétel, miről beszéltünk, hogy szeress felváltatni saját magadat, és valami olyasmi, ami még nagyon messze van tőlünk egyelőre, és ez a legfontosabb feltétel, amely fele haladunk, és az összes erőfeszítés, amit be kell vessünk, vagy amit tennünk kell, és nincs szükségünk semmi más feltételre ezen túl. Tehát az a feltétel mindent magába foglal. Mi rendelkezünk az első megszorítással, az összes cselekedettel, ami ezt követi, és a teremtmény munkájával, amit képesek vagyunk megvalósítani ezen keresztül, és felhasználjuk az összes vágyainkat annak érdekében, hogy adakozzunk az adakozás érdekében. Nos, mi most egy kabbalista csoportról beszélünk, és mi arról beszélünk, hogy az egységünk hogyan épül arra az alapára, hogy idejöttünk annak érdekében, hogy tudjuk, megtanuljuk, hogyan szeressük egymást. És a Rabas ír erről, hogy az összes feltétel, az összes munka, az csak a saját érdekemben van. És ez az egyetlen hely, ahol esélyünk van, hogy valami hasonlót cselekedjünk, hogy szeressünk és adakozzunk. És ez az, amire az egész munka épül, ahogy a csoporthoz jöttünk, ahogy az egész tökéletességben benne vagyunk, vagy a tökéletességekben, amiket megkaptunk. Ezt a csoporton belül látjuk a teremtőnek a hiányosságait, amit a saját magunk hiányosságán keresztül látjuk, hogy nem adunk eleget a barátoknak, hogy nem vagyunk képesek látni a barátok nagyságát. Igen, tehát csak én hiányzom ezekből a tulajdonságokból, csak az én szezám magam hiányzik, hogy a barátokat képes legyek szeretni. Nekünk csoportban dolgoznunk kell, meg kell változtassunk az attitűdünket, és akkor képesek leszünk végrehajtani ezt, és képesek leszünk szeretni, akkor elérjük ezt a célt. De a probléma az, hogy amikor a lépcsőfokra felugrunk, az lehetetlen. Tehát mindig visszazuhanunk, és vagy visszacsúszunk. Tehát a cél az, hogy a csoporton belül megépítsük a feltételeket, ami lehetővé tesz minket arra, hogy felülemelkedjünk ezeken az állapotokon, hogy győzelemeskedjünk, és akkor minden egyes lépés, minden egyes cselekedet, az, hogy azt megtartsuk abban az irányban, hogy megváltoztassuk a saját tulajdonságainkat annak érdekében, hogy felemeljük a barátokat.
Én azt hiszem, hogy ez a workshop, mindaz, amiről beszélünk, az létrehozza ezeket a feltételeket a munkánk számára. És mi odafigyelünk a többiekre, egyre nagyobb figyelemmel jobban odafigyelünk rájuk, mint saját magunkra, felemeljük a barátokat magunk fölé, hallgatjuk őket egy nyílt szívvel. Következő. Mi a rabás alapelvén keresztül dolgozunk, ugye Rav állandóan korrigál minket a kérdéseivel, korrigálja az irányunkat, és akkor mindig odafigyeltünk a barátokra, hallgathatjuk a barátokat, és tudjuk, hogy több ezernyi barátunk hallgatnak most minket a fókuszcsoporton keresztül a világ minden részén, tehát nagyon sok helyünk van, hogy adakozhassunk, és nagyon fontos, hogy megmaradjunk kapcsolatban a Teremtővel, hogy állandó belső imában legyünk. És hogy ez a képesség, hogy adhassunk a barátoknak, hogy lenullázzuk magunkat a csoporttal szemben. Tehát ez az egyetlen dolog, ami szükségünk van, és egészen a workshop végéig végezhetjük ezt a munkát. Igen, ez így van, ez az első szabály, hogy ne tegyük a többiekkel, amit a magunk számára sem akarunk. Ez az, ahogy érezzük a barátokat, ez, hogy rendelkezünk ezzel az érzéssel, hogy mint hogyha kárt okoznánk a többieknek, hogy az egónk állandóan a többieket le akarja alacsonyítani magunk előtt, hogy magunkat a többiek felé helyezzük, hogy minket a többiek felé helyezzük, hogy az egónk legyen a legerősebb. És a következő állapot, hogy képesek legyünk adakozni, amikor építjük ezt a templomot. Ez a munkánk az egóval, ez megtörténik a sejtjeinkben, és hogy hogyan tudjuk mind földolgozni ezt az egót magunkkal, ugye ezt hogyan változtassuk a barátok iránti szeretetté. Szeress fel a barátot, mint saját magadat, hogy megépítsük ezt az imát a barátok felé. Következő. A csoport az a Teremtő megjelenítése számomra. Mindaz, amit én látok magamon kívül, azok az én korrigálatlan tulajdonságaim. És én látok mindenfajta konfliktusokat a csoportban, valaki vitázik valaki mással, valaki megpróbál meggyőzni a harmadikat, és ez állandóan változik, és akkor látjuk, hogy ez mennyire nehéz, hogy eltávolítsuk a saját véleményünket, hogy lenullázzuk a saját véleményünket, de abban a pillanatban, amikor konfliktusba kerülünk, hogy milyen erőszakkal megtartjuk a saját véleményünket, amikor meg akarjuk győzni a többieket a saját véleményünkről. Tehát mindezzel a munkával, ezzel a munkával kifejezetten, hogy a személy hogyan képes az attitűdjét megváltoztatni a többiek fele. És ez nem véletlenül lett mondva, hogy szeress fel a barátodat, mint saját magadat. Ezt nevezzük úgy, hogy a legfontosabb törvény. Hiszen, hogyha mi kitaláljuk, hogy mit is jelent ez, hogy szeretet, a szeretet az, hogy beteljesítjük a barátoknak a hiányosságait, szükségleteit. Én nem vagyok a forrása a fénynek, mivel tudom megtölteni a barátokat másra, csak a fénnyel, csak a hiányosságaikat tudom megtölteni. Pontosan azt a hiányosságot, ami szüksége van arra, hogy a saját mannyát, imáját megformázza. Én nem tudok fizetni a barátomnak, de képes vagyok elhozni ehhez az imához. Hogyan? Azáltal, hogy szeretem. Ez élet az, mert egy szeres fel a barátodat. Mi másra van szükséged? Mi más hiányzik? Cimcum alef. Nos, a szeretet hiányzik. Oké, tehát ez optimisztikus, oké. Tehát ez az ötlet, hogy a szeretet az nem valami absztrakt dolog a barátok iránti szeretet, hanem ez egy nagyon megfogható dolog. A személynek mit kell szeretni a barátban? A vágyukat kell szeretnünk, a vágyat a Teremtő felé, a Teremtő felé való vágyukat, csóvárgásukat, hogy megmutassuk, hogy ez a vágy, ez létezik. Meg kell értsük azt, hogy mi vágyunk, hogy felfedjük a Teremtőt, az az én vágyam, hogy felfedjük a Teremtőt. Rav? Oké, tehát mondjuk azt, hogy eleget beszéltünk a szeretetről, menjünk a következő állapotra. Mi jön a szeretet után?
No, se nem ilyen. Gyűlölet. A gyűlölet ez a szeretet előtt jön, ez nem utána jön. Tehát a gyűlölet van előbb, utána a szeretet, de milyen utána? A mi lényegünkre törve, nem a mi világunkban, hanem a mi terünkben. Az összeolvadás jön a szeretet után. Az összeolvadás a következő állapot. Mi az összeolvadás? Mi ez a devekút? Mit jelent ez az összeolvadás? Ez nagyon érdekes dolog. Sajnos akadozik a hang. Zohár hangja Chicagóból sajnos nem jó. Volt ilyen a világban, hogy adakozás? Felül? Oh, milyen bölcsek vagytok, nézzétek, micsoda bölcsesség. Ez valóban zavar engem, hogy ilyen bölcsek vagytok, oké. Tehát volt összeolvadás az Ein Szof világában felülről. A teremtő hatása alatt volt összeolvadás felülről. A felső fény lényegében megoldotta az összes problémát és összeolvasztotta. Azaz az első megszólítás, a cimcum alef, az lényegében a szégyen által történt. Tehát milyen szégyen történt, amikor összeolvadás van? Ez azt jelenti, hogy az összeolvadás az felülről történt, azaz a szégyen abból származik, hogy a Teremtő csinálta mindezt. Nem tőlem, hogy én megkaptam azt, hogy én elfogadtam azt, nem azáltal, hogy én elfogadtam azt, hanem azáltal, hogy én összeolvadásba kerültem a Teremtővel felülről lefele. Az ő erejéből, az ő erőfeszítéséből, és nem az én erőfeszítésemen keresztül. Azaz ez egy szint felül, tehát az első megszólításnak az oka az a felső erő. Nem az, hogy én szégyent éreztem, és szégyent éreztem egyszerűen, hanem hogy tőle azáltal, hogy ő hozta létre ezt az összeolvadást velem, azaz, hogy teljesen eltávolította a különbséget közöttünk, azaz semmi probléma nincs, semmi probléma. Összeolvadásban te hozzám tartozol, és ennyi. Akármi, amit akarsz, te olyanná váltál, mint én. Azt tehetsz, amit akarsz, olyanná váltál, mint én. De belül a belső állapot az még mindig, a belső állapot az még mindig megmaradt bennem úgy, ahogy volt, és az, hogy a Teremtő tette mindezt, azaz, hogy mi egy szinttel feljebb emelkedjünk. Azaz egyenlőségben, hasonlóságban. Tehát, hogy én ugyancsak érezzem ebben az állapotban, hogy ez az összeolvadás, ezt én nem fogadhatom el. Én visszautasíthatom, hogy olyanná váljak, mint ő. Én visszautasíthatom azt, hogy megkapjak tőle valamit, hogy összeolvadásban legyek vele. Én képes vagyok bármit eltörölni, annak érdekében, hogy érezzem a szégyen. De mi ez a szégyen? Miből jön ez a szégyen? Hogyan érzem ezt a szégyent? Abból a tényből jön, hogy mindaz, ami megtörtént, ez a Teremtő által történt, és nem én által. Tehát, hogy én nem tettem el semmit hozzá. Hogy ez a felébresztés, ez a forradalmi felébresztés, hogyan történhetett bennem, ki vagyok én, milyen állapotról beszélünk itt. Ezt beszéltek most meg egymással. Tehát az egész probléma az nem az élvezetben van, hogy ki kapja meg az, hanem hogy ki ad kinek. Ez sem a probléma. Ez a tény, hogy a Teremtő az, aki egy tökéletességet hozott létre, de egyedül, hogy a Teremtő teremtette meg egyedül ezt a tökéletességet, anélkül, hogy mi valamit is tettünk volna, hogy én abba beleszólhattam volna, vagy hozzátehettem volna. Azaz ő tökéletessé tett engem. Ő az, aki engem tökéletessé teremtett egyedül. És ebből jön a szégyen, hogy a Teremtő tett engem tökéletessé. El tudod képzelni ezt az állapotot? Én nem érzek szégyent, hogy loptam, hanem az a tény, hogy nem vagyok képes lopni. Ez az, ami, hogy én egyenes vagyok, fehér vagyok, gyönyörű vagyok, de kifejezetten ez az, amitől szégyent érzek, mivel nem az én kezem által jött létre, ezt nem én hoztam létre. Tehát meg kell értsük ezt a pontot, meg kell értsük ezt a pontot, mivel a Teremtő semmi rosszat nem tesz, de a jó, amit tett, pontosan ez az, amit ő tett, ez a jóság, és én nem egyezhetek ebbe bele, hogy még az a lehetőség sem sincs meg, hogy lophassak tőle. Tehát pontosan ebben az állapotban ez az, ahol a szégyen érzete kezdődik. Rav,
Az az mondja Rav, nekem el kell fogadnom, élveznem kell a szándékot a Teremtő érdekében, amit megkaptam, hogy élvezzem az adakozást a Teremtőnek, és hogy előbb-utóbb az élvezet az nem abból áll, hogy én elfogadom a fényt, ami megtelt engem, és nem abból, hogy én adakozok a Teremtőnek, hanem épp abból, hogy én magam jutottam el az összeolvadás állapotába a Teremtővel. Nem az állapot, ami a Teremtőtől jön, persze, hogy minden a Teremtőtől jön, de mégis én jöttem el egy olyan állapotba, ahol összeolvadásba kerültem a Teremtővel saját számlámra. Ez az, amiért létrehoztam mindezeket a feltételeket egyedül, az első megszületéstől kezdődően. Azaz, hogy előbb-utóbb én létrehozom a Teremtő helyet, ezeket a vágyakat, a szándékokat, az adakozást, mindezt a Teremtő helyet én magam teremtem meg. A teremtmény képes mindezt egyedül megtenni, képes egyedül létrehozni ezt. És akkor előbb-utóbb, mi is ez az összeolvadás, amit elérünk? Oké, tehát kezdjetek ebbe bele. Tehát ez a kérdés most. Nos, ez egy finom kérdés, mondja Rav, ez egy nagyon finom kérdés, törékeny kérdés, úgymond. De egy kicsit dörzsöljétek össze magatokat ezen a kérdésen keresztül. Oké, tehát a Teremtő mit is hozott létre? Ebből az következik, hogy a Teremtő egy ellentmondást hozott létre, és megteremtette a feltételeket, amelyen keresztül ez az ellentmondás létezik. Ő és a neve, és mindezek a gyönyörű kifejezések, ezek a konfliktusok, az örökkévalóság, és így tovább, ezeket nem tudjuk megérteni. De a csoporton belül mi nekünk szükségünk van valami tökéletesen ellentétes dologra, ellentétes emberekre, különböző oktatásra, különböző mentalitásra, és meg kell próbálnunk létrehoznunk ugyanazt az összeolvadást, amit a Teremtő csinált. És akkor ehhez megkaptuk a létrát, a létrafogait. Amikor én hallom azt a szót, hogy Devekut összeolvadást, akkor az első dolog, ami megjelenik a fejemben, az, hogy bizonyos mértékben ez a leves, ahol minden egyenlővé vált, minden összefőtt, minden egyformává vált, de, és hogyha mi az első szintről beszélünk, ugye az összes szint után, ebben az összeolvadásban, ahogy megtörténik, ez mind a közöttünk levő különbség fölött történik meg, és hogyha jól értem, akkor ez az eredménye az egész Devekutnak összeolvadásnak. Oké, és nézem, hogy mennyi ember, és mindenki különböző, hogy mennyire különböző embereket gyűjtöttünk itt össze, és mind e felett létrejön valami összeolvadás. És ami összekapcsol minket, az a cél, a közös célunk, ez az erő, amiért összegyűltünk, ez ami összeköt minket. Következő, és együtt vagyunk ebben a Devekutban, összeolvadásban, ahogy ez az élvezetet érzünk. Tehát ezen keresztül megkapjuk az élvezetet, de azt mondjuk, hogy a szégyenen keresztül ez lehetetlen, szégyen hatására lehetetlen. És ez a kapcsolat, ez valóban létre lett hozva az két ellentmondásos tulajdonság között, amiket megtalálunk magunkon belül, amikor mi arra aspirálunk, hogy összekapcsoljunk a barátokkal, hogy eljussunk oda, hogy szeres felvállalat, mint saját magadat, és akkor felfedezzük ezt az ellentétet. Amikor összekapcsolódunk, és akkor összeolvadás van, és minden, és ez a legnagyobb élvezet, amit érezhetünk, ami a teremtés célja. Igen, tehát ez az összeolvadás,
ami azzal szemben jön, amit az egom reprezentál állandóan, hiszen az összeolvadás az pontosan egy egyre növekvő erőfeszítés fölött jelenik meg. Tehát nekünk egyre inkább közel, hasonlóvá válni a teremtőhöz, hasonlóvá az ő adakozásához, és akkor ez az, ami követeli tőlünk, hogy kilépjünk magunkból, hogy kilépjünk magunkból. Tehát, hogy mint egy misszál, egy rakéta, amely menni akar, és állandóan a célra akar állni. És itt minden egyes pillanatban egy választást kell hoznunk a cselem, barátok érdekében, hogy szedneted a másikkal, aztán egy gyűlölsz magad számára, ezonnal az összeolvadás kezdődik. Még ezt hozzátehetjük azt, hogy ez látszólag ez egy egyszerű kérdés, de úgymond érezzük, hogy mi mindannyian közösen képesek vagyunk érezni, hogy mi ez, és hogyha megteszünk, akkor fel is fedjük majd. Akkor felfedjük ezt a szint, és az összeolvadás az ugyancsak egy tulajdonság, ami egyszerűen, ami működik, nem a vágyunkból, amit látunk, és magunkra veszünk, a bizonyos döntéseket hozunk, hanem hogy mi magasra értékeljük magunkat, mi nem értékeljük annak alapján, hogy a teremtő, aki jó és jóságos megteremtett minket, hanem hogy ahogy mi akarnánk minden egyes pillanatban. Tehát, mint egy példa, ahol a család oktatja a gyereket, és akkor van valami, mit tudom én, minden tiszta és egészséges, mindenki végzi a feladatot, és akkor valahogy, mit tudom én, az apa valami kárt okoz, és akkor a gyerek megpróbál kijavítani az apának a problémát, és akkor az apa nem azért boldog, hogy ellenében dolgozik, hanem hogy úgy dolgozik, ahogy ő megtanította őt. Ez az ugyanazzal a vágyal, meg képességgel. Oké, következő. Én ugyancsak nem tudom ezt nézni, hogy ez hogy tűnik, hogy úgy tűnik, hogy mint az összeolvadás az együtt jár ezzel a barátsággal, vagy a bajtársasággal, és amikor gondosulunk a gyerekeinkre, vagy a szüleinkre, vagy valahogy. De egyelőre én el sem tudom képzelni, hogy lássam ezt a két dolgot, hogy együtt lehetnek, annyira ellenmondásosak. Mindig úgy tűnik, mintha valami harmadik dologra lenne szükség, ami megoldja ezt a két ellenmondást. Oké. Következő, tehát, hogy ne keressük, hogy vajon helyesen válaszolom a kérdést, hanem tehát, hogy hogyan tudjuk megválaszolni ezt a kérdést. Az egyetlen dolog, ami fontos számunkra, az, hogy az asztal körül, és hogy általánoságban ezen a kongresszuson, hogy eljussunk az összeolvadáshoz egymással, hogy eljussunk az összeolvadáshoz az Ernstorff világában, mint hogy ez létezett korábban a teremtő oldaláról, és mint, mi akarjuk ezt létrehozni. Ez a teremtő boldogság, amikor képes legyünk őt helyettesíteni, így mond. Csak is azáltal, hogy végezzük ezeket a gyakorlatokat, hogy kilépjünk az a saját magunk iránti aggodalomból, hogy eljussunk az arvút állapotába, a kölcsönös garancia állapotába. Csak is ez a kiemelkedés magunkból ezeken a gyakorlatokon keresztül, az érzésen keresztül, hogy mindez nem egyszerű, és hogy nekünk magunkhoz kell ölelnünk ezt, meg kell ragadnunk ezt, hogy nincsen föld alattunk, és felülről sem segítenek minket, mint hogyha ég és föld között lebegnénk, hogy mint hogyha egy ilyen légüres térbe lebegnénk, és akkor megtaláljuk ezt a kapcsolatot, és végre találkozásba kerülünk az adakozás erejével. Ez az összeolvadás, amit kell érjünk ezen a vákumon keresztül. Mi már beszéltünk arról a tényről, hogy semmi nem lett létrehozva ok nélkül, és ugyanakkor az összes vágyak fölött, és ez a tény, hogy az összes vágynak léteznie kell, de nem baj, hogy ezek különbözőek, de számomra ez egy bizonyos harmóniát okoz, amikor ezek a különböző vágyak összeállnak, úgymond egy mozaikká. Mindegyikünk megtalálja a helyet a saját vágyának, anélkül, hogy meg kéne változtatni eszenciát. Tehát mindenki saját tulajdonságaival, tehetségével hozzájárulhat, hiszen mindannyian kölcsönös kiegészítésben vagyunk. Igen, a személy szerepe az, hogy formázanosságba kerüljön a felsővel, a teremtővel, és hogyha mi egy ilyen módon gondolkodunk, akkor ez teljesen nem nyilván, hogy hol találjuk ezt meg, mivel a fény az, amely mindent végez, felülről lefele, és alulról felfele is. Mi ez az erőfeszítés? Ki tudja? És ez, amikor a zavaró tényezők jönnek, amelyeket a teremtő küld nekünk, mik ezek a zavaró tényezők? Ezek a hozzáadott nyersesség, a viút, ez a fény, amely ragyog a különböző tulajdonságokra megszerzésénti vágyamon belül, és akkor itt hirtelen felfedezzük ezt, vagy a
akkor ez lángol számunkra, és akkor ez mint hogyha félre kéne tolnunk, és mint hogyha egy másik dologba kéne belépnünk. Tehát ami itt van, az, hogy, tehát, hogy állandóan ezt tegyük, tehát hogy megtaláljuk ezt a pontot, ahol én létezem, és hogy mi vagyok én, aki létezem ebben a pontban. Ez az, ami nagyon érdekes. Következő. Mi, nekünk van egy körünk, és Pása is itt ül, mint egy ugródeszka, és én vagyok ez az érzés, én vagyok ez az érzés, ahol mindenkiben benne van az érzés, hogy az érzés, és néha emlékeztetjük magunkat erre, és ez elképesztő, fantasztikus. Mindenki, aki itt van, mindenki, aki itt van, az részt vesz ebben a folyamatban, hogy végrehajtjuk a teremtésnek a folyamatát, még a legkisebb részlet is, ami történik, a legkisebb érzés is, és hogy ez a fény, ez hogyan emel fel minket, ahogy ezt az erőfeszítést tesszük, mi nem tudjuk, hogy kik vagyunk, amikor tesszük ezt az erőfeszítést ebben a partnerságban, nem tudjuk, hogy kik vagyunk, hogyan, és igazából semmi magasztosabb nincs ennél, Nos, több millióan hallnak minket, tehát minden beszélő, az minden beszélnek hozzá kell tennie ez. És közöttünk ez az én nézőpontom, vagy valami hasonló, nekünk kapcsolatba kell lennünk, hiszen mi sugározzuk az érzéseinket a világnak, és akkor ebből az következik, hogy mi képesek vagyunk kivetíteni, vagy sugározni az összehavadásunkat, és ez az, amikor az megtörténik. És mi beszéltünk az érzésekről, és én szeretem ezt az érzést, vagy szeretem ezt a szót, hogy érzést, vagy hogy érzések, mit tudom én, hogy a szavakat ki tudják fejezni, hogy a munkát létrehozok. Tehát mindegyikünknek valóban építenie kell egy részt, ennek a valóságnak egy részét, amit építünk közösen, mindenkinek a saját részét fel kell építeni, és akkor látjuk ennek a potenciális teljes képességét, hiszen mindezeket az állapotokat előre megkaptuk, és akkor ezen az érzésen keresztül mi eljutunk a teremtőhöz magához, tehát eljutunk a teremtőhöz. Rav. Nos, én remélem, hogy megbeszéltétek az összeolvadást, mondja Rav, amekkora mértékben képesek voltatok, és most visszatérünk a szándékhoz. Oké, nem tudunk kikerülni ebből. Tehát akkor látjuk, hogy a szándék lehet a barátok érdekében, vagy ez lehet a csoport érdekében, és látjuk, hogy minden, amit felülről kaptunk, az annak arra szolgál, annak érdekében, hogy a helyes szándékot neveljük, létrehozzuk a teremtővel szemben. És kezdetben ezért van az, hogy minden innen kezdődött, ez az egész létezés, a teremtés, amikor leereszkedtünk felülről lefele, és hogy megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy korrigáljuk magunkat, és hogy interakcióban vagyunk alulról felfele, vagy alulról felfele megpróbáljuk ezt elérni. És ezért van az, hogy nekünk ebben a világban mindenhol, a munkában, a családban, teljesen mindegy, hogy hol is vagyunk, kifejezetten ugye egymás között a csoporton belül, nekünk ki kell választanunk azokat a cselekedeteket, amelyeket képesek vagyunk a leghatékonyabb módon hozzácsatolni a helyes szándékot a barátok érdekében, mások érdekében, a csoport érdekében, az emberiség érdekében. És akkor ennek megfelelően mindez csak is ennek érdekében, hogy egy helyes szándékhoz jussunk a teremtővel szemben. Tehát milyen képességeket, lehetőségeket kapunk ezen keresztül, hogyan tudunk választani, hogyan tudjuk kiválasztani ezeket a cselekedeteket és a szándékot, hogyan tudjuk mi irányítani magunkat ebben a helyzetben.
Tehát egy olyan módon, hogy az összes erőfeszítésünk az maximálisan hatékony legyen. Hogyan tudjuk ezt kiválasztani, hogyan tudjuk irányítani magunkat azon keresztül, hogy kifejlesztjük a helyes szándékot a Teremtővel szemben. Nos, mondja Rav, az élet egyre nehezebbé válik? Érdekes, mondja Rav. Úgy érzitek, az élet egyre nehezebbé válik? Érdekes, mondja Rav. Ezt fókuszasztal. Tehát a személy, aki a csoporton belül van, annak valóban rengeteg lehetősége van, hogy eljusson a helyes szándékhoz a teremtő érdekében. Minden egyes pillanatban előtte állnak ezek a lehetőségek, újabb és újabb lehetőséget kap, és ez mind a személy felkészülésén múlik, hogy a személy hogyan sóvárok, hogy elérhesse mindezt. És ez hogyan fejeződik ki? A személy az integrálódik a csoporton belül, és megteszi mindazt, amire a csoportnak szüksége van. Az nem az, amit ő akar, hanem bármi, amit más csinál, és ő keresi a helyet, amelyen keresztül már képes a leghatékonyabbá válni, ezért a közösségé, amelyben létezik. És akkor ezeken a cselekedeteken keresztül megkapja helyet. Szándékot, azaz a személy maga nem képes magát megváltoztatni, csak is a helyes cselekedeten keresztül képes létrehozni a szándékot. Ezért van az, hogy bármi, ami a csoporton belül beépülésről beszél, a barátok érdekében tett cselekedetről, az helyes szándékot befolyásolja a teremtő érdekében. Ami úgy tűnik nekem, hogy a csoportban ezek a cselekedetek elvezetnek minket a teremtő fontosságához, amely kifejezetten megmutatja nekünk, és oda mutat a barátokra. Igazából nem is tudom, hogy mit adhatnék meg hozzá az igazság, mondja. Következő. Bennünk már van egy bizonyos mechanizmus, egy rendszer, hogy hogyan lehetek képes beirányozni magam a csoport felé. És ez mindez csak a csoporton belül, és az út fele az, hogy a csoporton belül legyünk, a csoport központjában, a csoport szívében. És amikor már ebben az állapotban vagyunk, mint egyetlen teljes, mint a kör központja, ahonnan kezdtük a workshopot például, akkor mi képesek vagyunk helyes döntéseket hozni, helyes megoldásokat találni. Nem az a megoldás, amikor működtetnek minket, hanem mi érezzük ezt a közös erőteret, ezt a közös teret közöttünk, ahol döntéseket hozunk. Képesek vagyunk ezt már érezni. Következő, amikor erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy ebből a közös erőtérből, a barátok vágyaiból a cselekedeteink ki legyenek fejezve helyesen. Mivel mindig van valami felébresztés, mindig érzünk valami felébresztést, mint valamit látunk a tévésorozatot a tévében, és akkor felébredünk a reggeli leckére. Különböző befolyásokat kapunk a külső környezetből, és akkor olvasunk valami cikket, természetesen az is a közösségből jön, és akkor ennek megfelelően az befolyásol minket. Igen, létre kell hoznunk egy olyan erőteret, atmoszférát egymás körül, mondják, ami megadja nekünk a lehetőséget, megadjuk nekünk a lehetőséget, hogy kifejlesszük ezt az izmot, amit úgy nevezünk, hogy szándék. És ahogy létezik a másik része, hogy miért is teszem mindazt, amit teszek, még most is, amikor itt ülünk és beszélünk, ez be kell gyújtsa bennem ezt, mint egy figyelmeztető lámpát. Egyedül én nem vagyok képes erre, csak a környezet, amit kiválasztottam, úgymond, vagy a környezet választott engem, csak is ők képesek engem erre rávenni, vagy kiválasztani. És ez rajtunk múlik, hogy ezt az erőfeszítést tegyük, és minden más az már egy eredmény, minden más egy eredmény. Nekünk egyszerűen csak erőfeszítést kell tennünk, és akkor ez az, amire a csoport képes elkötelezni engem, és hogyha ezt kifejlesztem, akkor minthogyha én a sportban, tehát hogy itt látom ez az állandó, ezek a pontok rám zuhannak, hogy csak a csoport képes ezt kifejleszteni bennünk. Ez nagyon könnyű, hogy egyetértsünk ezzel. Nagyon egyszerű látni, hogy miért kell mindenkinek ezeket az izmokat nevelni, hogy ezt viccesen, kellemesen csináljuk. De ez egy nagyon földi, nagyon rutin dolog. Az összes projektek így vagy úgy, valaki fölébred, aztán nem jön, vagy miért nem jön, hogy hogyan tudom igazolni őt, vagy miért nem igazolom, hogy vajon képes vagyok ő segíteni, vagy nem képes segíteni. Tehát mindez, ami történik velünk, ami közöttünk történik, ez az
érzés, ez az tér, ez az a hely, ahol képesek vagyunk ezt lemérni, vagy megmérni. Tehát ezek a lehetőségek, amiket eddig nem használtunk föl minden egyes pillanatban. Azaz nem kell nekünk kitalálnunk semmi új dolgot, hanem egyszerűen mi a lehetőségek tengerében vagyunk. Igen, mondja a következő. És a legfontosabb dolog itt az, hogy mindezek a cselekedetek, amelyek elvezetnek minket az egységhez, a csoporthoz, ez a lényeg. Minden egyes pillanatban, vagy szóval minden érdek, belső módon. Mivel, hogyha mondjuk azt, hogy mi az első 20 rabas cikket nézzük, amely erről szól, akkor ez úgymond a kulcs szó arra, hogy mi az, amit hallunk, több mint egyszer hallottuk ezt a szót. Mivel általában mi egyedül vagyunk a leckén, egyedül vagyunk, amikor valami projekten dolgozunk, vagy egyedül eszünk. Hogyha éneklünk, akkor egyedül éneklünk, de itt minden együtt történik közösen. És akkor van egy különleges jelentése annak, hogy ebben vagyunk, meg együtt terjesztünk, amikor mi el vagyunk kötelezve arra, hogy mindezt közösen csinálják, teljesen, mint hogy ki vagyok én, hogy milyen gyakorlatom van, milyen foglalkozásom van, de hogy lehet, hogy képesség, de az akkor nem spirituális, hogyha ezt én egyedül csinálom, akkor az nem lehet spirituális. És ez a feltétel, ami megjelenik előttünk, mint valami esve, ami látszólag nyilvánvaló már előre. És ez a cselekedetek, amiket csinálunk, ez is lehet, hogy pragmatikus, de nem hiányzik meg semmi. Tehát, hogy ne Baruch terveinek megfelel, ez első dolog. De hogyha mi megtartjuk a napi rendet, akkor mit tudom, lesznek dolgok, amiket lemérhetünk, szándékok, dolgok, amiket együtt csinálunk, és akkor ez mind nagyon szinkronizált lett. Később már hozzátehetünk valamit, hozzátehetjük a terjesztést, a csoportot, de anélkül, hogy teljesen a napirendhez, a Nebaruch napirendjéhez lennénk kötve, mindez nagyon nehéz. Én csak emlékszem az izmokra, mindezzel kapcsolatban, amit már mondtunk a körön belül. Ja igen, hogy hogyan építjük a helyszándékot. A lényeg az, hogy itt valódi emberek gyűltek össze, hiszen a Gever, a hős, ahogy felemelkedik, a Leit Gaber, az, amikor mi valóban lemérhetjük a szándékunkat. Ez nem úgy, mint az egész világ, ahol természetszerűen egy önző szándékuk van minden egyes cselekedettel szemben, hanem még a legbonyolultabb cselekedet is, amit látunk a sportban, vagy a művészetben, az emberek hatalmas erőfeszítést tesznek valamiben, ez nem igazából erőfeszítés, hanem ez egy egoisztikus cél, és a személy ebben az irányban megy, és amikor mi megtartjuk ezeket a rabas alapelveket, vagy csináljuk ezeket a dolgokat egy olyan mértékben, ahol látjuk, hogy van egy bizonyos szakadás az eredmény és a cselekedet között, és akkor itt játszunk ezekkel a cselekedetekkel, és ezt lényegében nevezük úgy, hogy Gever, hogy egy férfi, és akkor egy ilyen módon mi képesek vagyunk egy vágyat építeni a Teremtő fele. És a Musi egy nagyon fontos dolgot említett itt, hogy a munkánk az... Oké, következő. Rav. Tehát most beszéljünk arról, hogy a szándék hogyan határozza meg egy cselekedetnek a célját. Mivel a szándék határozza meg a cselekedetnek a célját, akkor nekünk meg kell határoznunk a szándékunkat, de nyilvánvaló módon miért is csinálom ezt? Kinek az érdekében teszem ezt, hogy ne csináljuk semmilyen haszontalan cselekedetet, mint kislányok, hanem hogy mi az idő 99%-ában csak ezekkel a fajta dolgokkal vagyunk elfoglalva. És csak is, tehát meg kell határozzuk, hogy mi az, amire szükségünk van, mi az, ami fontos. Minden egyes cselekedetnek egy szándékkal kell történnie, hogy mi az, amit eszek, mi az, amit iszok, miért megyek a fürdőbe, miért dolgozom, miért élek, miért megyek a csoporthoz, miért tanulok, miért vigyörök a teremtőhöz, miért viszonyok valaki máshoz, fontos, nem fontos, teljesen mindegy. Mivel csak is akkor lesz teljes irányításom, hogy hogyan viszonyulhatok a teremtőhöz.
Teremtőhöz, hogy minden egyes pillanatban és minden egyes másodpercben hogyan tudok hozzájuk. Ennek okán teljesen mindegy, hogy én mit csinálok, hanem állandóan irányítanunk kell magunkat, de mi iránt, mi fele megyünk, mi fele. Hogyha rendelkezünk a helyes szándékkal, akkor én egy cselekedetet hajtok végre, de hogyha nincsen egy szándékom, akkor nem cselekszem, akkor nem hajtok végre egy cselekedetet. Ez érthető? Érthető? Oké. Nem érthető? Nos, nem tudom akkor. Próbáltok a nadrágotokon keresztül a bugyitokban, ha jól értem. Ameddig nincsen helyes szándékotok, addig erőszakosan kell, hogy ne tegyetek egyetlen lépés sem. Elnézést, hogy ez a primitív példa, de egyszerűen nem juthatunk sehova. Minden egyes pillanatban mi a szándékon keresztül irányítjuk magunkat, és csak utána kezdhetjük el a cselekedetet. Ez érthető? Tehát csak a cselekedeten keresztül. Tehát, hogyha nem rendelkezünk a helyes szándékkal, akkor ezt ki kell fejlesszük, és akkor cselekszünk. Tehát a helyes szándék nélkül nem cselekedhetünk, és akkor egy ilyen ilyen módon, minden egyes pillanatban, csak is a helyes szándékon keresztül, és akkor a cselekedeten keresztül. Oké, próbáljuk meg javasolni egymásnak, hogy hogyan tudjuk mindezt megtenni, hogyan lehetünk erre képesek. Minden kanál, bármi, ami történik, az csak is a helyes szándékon keresztül. Oké. Fókusz azt a... Tehát létezik egy bizonyos ellenmondás itt. Láthatjuk, hogy csak is a csoporton belül cselekedeten keresztül a fény adja nekünk ezt, de másrészt pedig nekünk el kell kezelnünk a helyes szándékot. De a szándék a cselekedet előtt az meg van határozva értelemfeletti hitben, amikor megpróbáljuk ezt megtenni, amikor előfeszítésre megpróbáljuk ezt, de mondhatjuk magunknak azt, hogy én nem látom, hogy mi az, amit tennem kell a cél érdekében, de hogyha ezt mégis megtesszük, hogyha teszünk egy ilyen dolgot a felkészülésünkön keresztül, akkor ez a kezdeti vágy, amely már megtisztítja ezt, tehát az összes cselekedetekünkön keresztül mi a körben ülünk, annak érdekében, hogy létrehozzuk a helyes szándékot, meg akkor is, hogyha... Tehát ellenmondások, amiket te tudunk nullázni, hogy összekapcsolódjunk ezzel. Tehát ez nyilvánvaló, hogyha cselekedetet végzünk a helyes szándékkal, akkor ezt nem nevezhetünk ennek. Tehát képesek vagyunk ezt megtenni, de nem tudunk semmit megváltoztatni ezen keresztül. És akkor mindig úgy tűnik számomra, hogy én nem értem meg a helyes szándékot. Nekem egy cselekedetet kell végrehajtanom, és akkor kapok egy reakciót a környezettől, és akkor már képesek megérteni, hogy hol is vagyok. Tehát akkor már nyilvánvaló, hogy a cselekedetem az nem egy helyes cselekedet, hanem egy helyes szándékhoz kell jussak. Tehát ez a helyes dolog. Tehát ez nem jelenti azt, hogy csak ott ülök, és mindent igazolok, és nem csinálok semmi mást. Oké, tehát amikor mi cselekedeteket hajtunk végre, akkor mi elkezdjük érezni, hogy mi is történik. Ahogy beszéltünk erről korábban, a csoport központján keresztül, a közös érzésen keresztül, a közös erőtéren keresztül kapjuk meg ezeket, és akkor ez már úgy jön, mint az egész rendszernek a célja, amit fel akarunk fedni. És akkor a cselekedeteink sokkal hatékonyabbá válnak, azok irányítanak minket a helyes helyre, tehát ahol ezeket az elvetéseket kell tennünk, és akkor egyre gyorsabban képesek leszünk tovább lépni. Én ugyancsak úgy érzem, hogy nincsen itt ellentmondás, hiszen a cselekedet az, tehát hogyha cselekedet, az a csoport által van inspirálva, és még akkor is, hogyha ez a vágyam ellenében van, akkor nekem hozzá kell tennem a helyes szándékot. Hozzá kell tennem a helyes szándékot ahhoz. Van egy barátunk, aki el akart hagyni a fókuszasztalt, mivel Jesiva Taverimen volt, és azt mondta, hogy csak üljetek és dolgozzatok. És akkor hirtelen elveszítettük a motivációt, hogy hozzátegyük a szándékot a cselekedetéhez.
Nos, én nem tudom, hogy milyen szándékkal rendelkezik valójában. Tudjuk, oké. De valóban szeretnénk. Tehát én szeretném azt mondani, hogy bármikor, amikor kétségbe esünk, mivel az egész munkánk az ez a csoport, amikor a csoport elhoz minket egy erőtérhez, amikor berak minket ebbe az érzésbe, hogy megpróbálunk valamit tenni, tehát hogy kezdünk aggódni, elkezdünk visszatérni a csoporthoz, aztán a csoport megint irányít minket a helyes irányba. Tehát ez az izom, ez elkezd működni rajtunk, és akkor ez elkezd a második természetünkké válni, hogy vajon helyesen eljutottunk a szándékhoz, vagy sem, mielőtt tettünk volna valamit, és akkor ez elhozza nekünk a valódi helyes szándékot, ami valóban felülről jön, hiszen számunkra csak tehát egy erőfeszítést kell tegyünk. Oké, tehát itt nekünk nem szabad összezavarodnunk a rezolúcióval, hanem ezt képesek vagyunk mélyen, nem vagyunk képesek enni, nem vagyunk képesek inni, egy lebénulásba kerülünk, és akkor érezzük, hogy egy ilyen mélyebbre kerülünk, és akkor valamit szörnyű dolog történik, de nem kell nekünk teljesen leásnunk ennek a teljesen a mélyére, hanem csak a felszínen megmaradunk, a csoport érdekében teszünk valamit, ez mint ahogy van egy szabály, a Pészakkal, amit a szemünk lát, azt a szemünk megtisztítja. És akkor megtisztítottuk, akkor valóban nincsen ellentmondás. Minden cselekedethez hozzátehetünk egy szándékot, és akkor cselekszünk. Itt ez az átmenet a rossz cselekedetből a jó cselekedetbe, az valahogy összeáll, hogy ha nem vagyok magam számára, akkor ki, és nincsen más rajta kívül. És akkor az egész munka az ennek a közepén van, hogy megtaláljuk a helyes szándékot az egyikből a másikba. Nos, nem tudom, nem figyelünk azt, tehát amikor a Ravtól kérdezzük, hogy mit tehetünk még, hogy ne vegyük figyelme, hogy mit teszünk, mindig cselekedetben vagyunk, ahogy éljük az életünket, mindig valami cselekedeten keresztül, és az összes a projektjeink, nos, ugye rendelkezünk ezzel az asszociációval, hogy mint hogyha van valami dolog, hogy be kell fejezzünk a feladatot, be kell fejezzük ezt a szándékot, hogy ezt beteljesítsük. Tehát egy van ez a felosztás, ez egy állatnak dolgozni, az állatnak állandóan cselekednie kell, tehát hogy mozognia kell. Ez mint amit most csinálunk, amikor felállunk, megyünk a leckére, terjesztünk, és így tovább, és így tovább. De mi mégis megpróbálunk a gyakorlatokat végezni, hogy ezt a küldetésének. Tehát néha ez működik, néha nem működik, de a lényeg az, hogy ezt gyakorolnunk kell, és akkor a kérdés ez a sebesség, hogy mekkora sebességgel tudjuk ezt megtenni a helyes cselekedeten keresztül, mi létrehozzuk a helyes szándékot. Tehát akkor próbáljuk ezt meg, mint hogyha lenne ez a bank, vagy valami raktár, és akkor amikor mi elkezdünk, amikor mi, nos, ezt hívhatjuk, ezt a bankot, mint a szándékok bankja, vagy egy egyesülés, vagy árvút. Tehát amikor én a kezemet kihúzom ebből a sűrűségből, akkor látom, hogy ott van valami barát, és akkor azt tudjuk, hogy mint van egy bizonyos szerep, valaki valami interjúm van, mit tudom én, és akkor jön a labda, kirúgja a labdát, de és akkor folytatja az interjút, mint egy sportjátékban, és akkor tudjuk, hogy a barátaink majd elkapják ezt. Tehát amikor cselekszünk egy ilyen módon, akkor nagyon sok cselekedetünk van, amin keresztül a helyes szándékot megtegyük, de amikor egy szándékot kell kapjunk valahonnan, akkor annak már bennünk kell lennie, tehát meg kell próbálnunk kezesekké válnunk egymás számára, hogy gyakoroljuk ezt, hogy kezessé váljunk a másik számára. Következő. Igen, valószínűleg csak egy gyakorlatot kell csinálnunk, hogy a szándékot gyakoroljuk. Köszönöm.
hogy oké, tehát, hogy az összes cselekedetünk az ösztönszerűen azt annak érdekében tesszük, hogy a magunk számára kapjunk valamit, annak érdekében, hogy megformázzunk egy szándékot a barátok érdekében, vagy a teremtő érdekében, tehát ezt művileg kell, gyakorlatokon keresztül művileg. És ezt megyünk a kávézóba, Jesiva Tavarim, teljesen mindegy, mindaddig, ameddig emlékeztek, hogy egymást, teljesen mindegy, hogy mi a szándékunk, de mi boldogan képesek vagyunk ezt megvalósítani, hogy a szándékunk az a saját érdekünkben van. Még ezt is nehéz megérteni, hiszen ez elrepül, az állandóan elmenekülünk ettől a felismeréstől. Annak érdekében, hogy állandóan fókuszáltak legyünk, és hogy a barátaim emlékeztessenek engem, én azt javaslom, hogy csináljunk egy gyakorlatot. Teljesen mindegy, hogy hol ülünk, hogy mi tudom, este is tesz valami esemény, hogy állandóan emlékeztessük egymást, hogy miért csináljuk ezt, hogy állandóan a körben legyünk, hogy tisztázzuk azt, hogy miért csináljuk, mit csinálunk. Nem csak, hogy olvasunk egy idézetet, hanem hogy valóban miért csináljuk ezt, miért éneklem adat, miért ülök a körben, mit akarok most tenni, miért eszem együtt a többiekkel, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy állandóan tudatosak legyünk a szándékkal. Rav? Minden az úgy van felépítve, hogy nekem meg kell vizsgáljak mindent a csoporton belül. A csoporton kerül kell mindent megvizsgáljak, ez a szükséges. Azaz, hogy mindaz, amit meg kell vizsgáljak, és amit tennem kell a spirituális munkámmal egészen a végéig, és ezen túl, mellett, és az egész folyamatban mind a végéig. Az összes viszonyban, az összes kölcsönös viszonyban, amit építünk, én képes vagyok mindezt megvizsgálni, de csak is a csoporton belül, és valóban mindent, csak kivéve egy dolog, ami a teremtővel való összeavadás, amely, hogy is érhető, mint egy díj, mint egy fődíj mindennek a végén. Mint egy plusz díj. Egy díj, egy fődíj, miután elérte minden mást a csoporton keresztül. Egy díj, amely azáltal érhető el. Nos, ez egy díj azért, hogy én helyes erőfeszítéseket tettem a csoportban. Amikor meghajtottam magamat egyenlőségben mindenkivel, mindezen a feltételen keresztül, mindezen keresztül én ezen dolgozom egy nagyon komoly módon, akkor minden azáltal fejeződik be, hogy elnyertem az összeolvadást a teremtővel a csoporton keresztül. Tehát a csoport az a felső szint alacsonyabb része, és a felső szint felső része az a teremtővel való összeolvadás, amely mint egy jutalom, egy díjként jelenik meg önmagától, úgymond egy hozzáadás. Ez az, amiért nem kell erőfeszítést tennem, hiszen én csak egy edény vagyok, és az edény az, amit én létrehozok a csoporton keresztül. Tehát minden a csoporton belül, ezen az edényen keresztül jelenik meg, szeress fel elvállalatot, mint saját magadat, ez a fő módszer, ez a munkánknak a célja, és az állapotunknak a célja az összeolvadás a teremtővel, ez az a végső dolog, amit elérünk. Itt van egy bizonyos, mint hogyha hiba lenne a harmóniánkban. Én dolgozom a barátokkal, de a célom az általában állandóan a teremtő felegeredménye. Tehát akkor hogyan tudunk ezzel megbirkózni? Hogyan lehetséges ez? Hogy egyrészt a csoportért dolgozom, a csoporton belül dolgozom, de mégis a cél az a teremtő. Tehát, mint hogyha itt egy szakadás lenne, vagy ellenmondás lenne, valami fókusz hiánya, vagy mint hogyha valami szétszakad, vagy a szívünk szétszakad, vagy a szándék, vagy lehet, hogy ez egész rossz, nem? Tehát hogyan kell nekünk fókuszálnunk, beirányítanunk magunkat mind a teremtő fele, mind a barátok fele, szimultán módon, hogy itt ne legyen valami zavarodottság a két kép között, mint hogyha két kép lenne egy helyet. Tehát, hogy azok stabilizálódjanak egyé, és hogy ez összeolvadjon. Miként akadozik Mozzohár hangja.
Nos, először is ez egy díj, amit egyelőre magam érdekében akarok megkapni, a teremfővel való szabadás, hogy milyen nagy élvezetet fogok, de van egy feltétel. Én ezt nem lehetek képes egyedül elérni, én ezt egyedül nem érhetem el, nekem szüksége van a csoportra, csütörtökön a barátokra, beléjük kell fektessem az energiát, annak érdekében, hogy elnyeljem ezt a díjat. Hogyan tudom ezt elnyelni? Nem vagyok benne biztos, de kabbalisták azt mondják, hogy nekünk meg kell hajtanunk magunkat a barátok fele, és így tovább, és így tovább. És akkor van egy másik feltétel is, hogyha megpróbálom, hogy a barátaim elérjék ezt a díjat, akkor én kapom meg először. Tehát ez mind rajtam múlik, akkor érdemes számomra, hogy a barátok fele hajtsam meg magam, hogy a barátokat segítsem, mert akkor én kapom meg elsőként, ugye, hogy összeálljuk, hogy ez, aki a másokért kér, az kap először. Én nem hiszem, hogy van valami nagyon különleges itt. Képzeljük el, hogy egyedül ülünk, és akkor összekapcsolunk a teremtővel. És akkor itt vannak a barátaink, és ez az, ahol azt a Balaszalam is mondja, hogy ez a forma, ez ami mi egy materiális formában megjelenik, csak is a barátokon keresztül velünk kapcsolatban, és akkor egy ilyen módon képesek leszünk eljutni ez az összeolvadáshoz, hogy a barátokkal együtt dolgozzunk. Minden, ami rajtunk kívül van, a szívben, tehát a pontunkon kívül, az mind a teremtő. Tehát, ami megakadályoz minket abban, hogy eljussunk itt, az a saját természetünk, ez, ami megakadályoz minket ebben. Tehát is semmifajta ellenmondást nem látok itt, hiszen az attitűdöm a barátokkal szemben az megváltoztatja az attitűdöt, ez a kulcs. Megváltoztatjuk magunkat, amikor akadályokat látunk, amik felé emelkednünk kell, de a csoporton belül ez egy nagy ajándék. Itt rengeteg ellentét van, amely megakadályoz minket, és akkor meg kell próbálnunk, összekapcsolnunk velük, és akkor a csoporton belül látjuk ezeknek az akadályoknak a megjelenését, ezeket a példákat, ahol meg kell változtassuk magunkat, hogy hozzájuk olvadhassunk. Igen, én azt hiszem, hogy ez egy nagy probléma, én azt hiszem, hogy ez egy hatalmas probléma, hogy mi megpróbálunk összekapcsolódni a barátokkal ebben a konfliktusban, és akkor aláírjuk ezt a szövetséget, és akkor értelmen belül megpróbáljuk, hogy megoldjuk ezt a problémát, hiszen látjuk, hogy a teremtő értelmen belül ennek eredményeképpen ez csak egy állandó más. Tehát látjuk, hogy a cél az valami teljesen más, a cél az egy teljesen más dolog. Nos, én nem tudom. Annak érdekében, hogy átváltoztassuk, annak érdekében, hogy átmenjünk a második emeletre, először is át kell mennünk az első emeletre, amit építünk, annak érdekében, hogy feldolgozzuk, hogy felkészítsük ennek a fényének a számára, először is fel kell készítsük az edényt. Tehát először is ki kell dolgozzuk ezt az állapotot, amit úgy nevezünk, hogy a szeretet a másik érdekében. És akkor ezzel el kell jussunk az összeolvadáshoz. Tehát ez az nyilvánvaló, hogy a filmben ezt úgy hívják, hogy a fő konfliktus, vagy a klimax, tehát el kell jussunk erre a helyre, ami hogy eljussunk ez az összeolvadáshoz, tehát hogy a munkánk az, hogy átlépjünk ebbe az állapotba, ami összeolvadás a teremtővel a második emeletem. Következő, igen, el sem tudjuk képzelni, hogy Misha Kaplan itt ül, aki egy biológus, és aki elkezdett kiabálni, el sem tudjuk képzelni, hogy mi történik, hogy az élet hogyan épül föl, és hogy minden a sejtek közötti membránban van. Ez az, ahol az élet történik, az összekapcsolódásban, a sejtek között a membránban. Tehát, hogy létre kell hoznunk egymás között ezt a kommunikációt, tehát meg kell szervezzük a mi egyszerű szerveinknek a magasságát. Tehát nekünk először is nem szabad úgymond csak
Nekünk meg kell értsük azt, hogy közöttünk létezik ez az erő, közöttünk jelenik meg ez az erő. És minden így van felépítve, amikor kapcsolatba kell lenni ennek a hangsúlynak. És ennek egyre mélyebbre kell mennie, mivel anélkül mi nem vagyunk képesek érezni ennek az ember létezésének a szintjét. És mondja a következő, ugyanaz egy másik szemszögből, azaz, hogyha létezem én, és létezel te, és mi egy... Tehát a közöttünk ebből kapcsolatban mindenféle egység nélkül, mindenféle szándék nélkül, az mindenki saját természetén belül, ahogy ez diktálva van számunkra, az érzéseken keresztül, a vágyakon keresztül, tehát itt nincsen teremtő ebben, nincsen teremtő ebben egyáltalán, mivel nincsen helyes szándék, és hogyha mi kapcsolatban vagyunk egymással, kapcsolatban egymással, nem egy eszközök nélkül, hanem a teremtő. Mit jelent az, hogy én állandóan arra gondolok, hogy mi, hogy mit kérek? Ő azt mondja, hogy miért csinálom én mindezt? És akkor mi már nem rendelkezünk egy ilyen kérdéssel, és akkor már nem rendelkezünk ezzel a szakadással, és akkor a harmónia jelenik meg ebből. Az az egyik a másikkal szemben, a csoporton belül, és akkor mi csak is az adakozás tulajdonságán keresztül, ezzel a szándékkal, semmi probléma. Valóban a kérdés az, hogy ha mi látjuk, hogy keresztül mentünk, tehát ez a kérdés, hogyha van egy olyan érzés, hogy vajon a mi elkötelezettségünk egymás fele, az elkötelezettségünk egymás, hogy érezzük ezt az új érzést, és akkor mellesleg senki nem ígérte nekünk, hogy ez az érzés ez édes lesz, hogy mi elképzelhetünk magunkra, de mi nem vagyunk képesek egy követelés nélkül, hogy követeljük ezt a díjat, anélkül nem vagyunk képesek dolgozni. És ez úgy tűnik számomra, hogy mi eljutunk egy követeléshez, egy újabb szinten, ahol mindegyiknek éreznie kell ezt. És akkor ebből az következik, hogy ami számokra egy díj lesz, egy jutalom lesz, teljesen nem biztos, hogy ez édes lesz, vagy hogy ez egy jutalom lesz számomra, mivel annak érdekében, hogy ez egy jutalom lesz számunkra, én összekapcsolom a csoporttal, én érzem a cél fontosságát, és az én hasznomon keresztül, és mindezt a teremtő érdekében kell tennünk, és ehhez még egy komponensre van szükség, amelyen keresztül nem tudjuk ezt. Tehát, hogyha mondjuk azt, hogy én beleegyezek abba, hogy az én segítségemen keresztül felfedjük a teremtőt, és akkor mindenkinek hozzá kell tenni a saját beleegyezését, akkor egyszerűen bele kell egyezünk ebben. Tehát igen, mi cselekszünk egymás között egy kölcsönös módon, egy bizonyos beleegyezéssel, és akkor ezen keresztül a csoport felfedezi a teremtőt, a barátok felfedezik a teremtőt, tehát ez a jutalom, az egy jutalom lesz számomra valóban, és akkor képes vagyok felemelni a többiekkel való összeolvadásnak az eredményét, és akkor ez lesz egy jutalom, hogy elérjük ezt az összeolvadást. Rav. Oké, beszéljünk egy pillanatra a szándékról, ami szükséges arra, hogy támogassuk a csoportot. Tehát nyilvánvaló számunkra, hogy senki nem képes semmilyen adakozott cselekedetet végrehajtani maga. Ez lehetetlen. Ez mindannyian egoisták vagyunk, senki nem képes egyedül adakozni. Tehát ezt jól megbeszéltük, már erről sokat olvastunk. Aki még nem érzi ezt, majd beszélünk arról, hogy ez milyen fajta cselekedeteket tehetünk annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy mennyire önzők vagyunk, hogy felfedjük, hogy valójában mennyire önzők vagyunk, és hogyha ez így van, akkor én egy csoportban vagyok. És az első kérdés az, hogy vajon ez egy csoport, vagy vajon valóban ez egy csoport, hogy vajon ezek az én barátaim, hogy vajon ők a barátok számomra, valódi barátok számomra, hogy én hogyan tehetem úgy,
hogy ők valóban a barátaimmal váljanak, hiszen barátok nélkül én semmit nem érhetek el. Tehát én teljesen rajtuk múlok, az ő környezetükön múlok. Tehát akkor hogyan tudok ezekből az emberekből barátot tenni, hogy valódi barátaimmal váljanak, és hogyan tudjuk elérni a felső célt, hogy ez vajon rajtuk múlik, vagy csak rajtam múlik? Ki múlik ez? Nos, a következő az, hogy vajon én képes lehetek-e az én saját cselekedeteimmel létrehajtani, valami olyasmit tenni, hogy ők önkéntelenül a barátaimmal váljanak, vagy valami szabadságot kell elérjük, hogy ők akarják, hogyha igen, akkor igen, ha nem, akkor nem, hogyha ez így van, akkor jobb, akkor csak felteszem a kezemet, és akkor mindenki amilyen irányba akar menni, csak menjen. Tehát valóban akkor az én csoportom belül viselkedésemen keresztül akkor létezik egy feltétel, hogy én képes vagyok, és csak is én vagyok képes meghatározni, hogy ők önkéntelenül a barátaimmal váljanak. Tehát ez érthető? Kérdezőről fogy ez érthető, hogyha ez így van, akkor mit kell tennünk, akkor mire van szükségünk egy szövetségre? Nos, akkor miért van szükségünk egy szövetségre? Hogyan nevezzük ezt a szövetséget? Brit Soyuz. Tehát egység, vagy szövetség, brit, vagy szojuz, vagy vajon szükségünk, vagy csak a saját magam számára van szükségem, mert hogy én írjam alá, és mindenki másnak azok csak a teremtő hírnökei, bizonyos angyalok, akik az én munkám alapján reagálnak. Tehát vajon csak saját magam számára van szükségem erre, hogy én azt aláírjam, és akkor a többi angyalok pedig helyesen fordulnak hozzám. Tehát akkor hogyan tudom a csoportot megalkotni, hogy hogyan kényszerítettem a csoportot magam körül, hogy ők meghatározzák az én erőfeszítéseimet. Tehát én nem gondolok semmi másra, hanem csak ők teljesen meghatározzák az én szándékomat, és állandóan irányítanak engem. Egy ilyen bizonyos, mint hogyha hipnotizálva lennék ebben az állapotban. Tehát képes vagyok ebben, nem lenne rossz, nem? Hogy hipnotizáljam őket. Akkor tudom 100%-ig, hogy a legközvetlenebb módon, a lehető legrövidebb módon, irányban és időben, tehát egyszerűen képes vagyok a célhoz eljutni. Gazdaságos módon. Nos, mindez lehetséges, vagy sem? Kérdezi Rav. Na, próbálkozzatok, álmodjatok erről egy kicsit, mondja Rav. Oké, még egyszer mondják. Rav még hozzátesz valamit? Oké, érzem, hogy a szívetek összezuhant egy kicsit, mondja Rav. Oké, tehát én úgy érzem, mondja Musi, hogy mint hogyha szívan szúrták volna, mondja Musi. Mondjuk azt, hogy kabbalisták csoportjában vagyok, mindenkinek megvan a hely szándéka, tehát mit tudom, eljutnék egy ilyen csoporthoz. Tehát akkor vajon dolgoznom kell, hiszen automatikusan ezt megkapom tőlük, nem? Tehát ők már mint kabbalisták, mindenki hely szándéka van, akkor mi? Tehát látjuk, hogy ez nem történik meg, hiszen még akkor is, hogyha én egy csoportban vagyok, nagy kabbalistákkal, és mindenkinek helyes szándéka van, mindennek ellenére az én részvételem az szükséges, hiszen mi beszéltünk egy szövetségről, ami egy kölcsönös dolog, ez egy kölcsönös dolog. Azaz még akkor is, hogyha mindenki egy olyan szövetségben van egymás között, egy arvodban van, nekem is bele kell tennem a saját részemet, a saját szezemmagomat, mert anélkül ez nem működik. Ezért van az, hogy én azt hiszem, hogy egy szövetség az egy kölcsönös dolog, és én nem, az lehetetlen, hogy csak a barátokért, még akkor is, hogyha bennük van. Azaz itt egy rengeteg lehetőségünk van, rengeteg adódó lehetőség van. Még
még a legalapvetőbb szinten is, a legalacsonyabb szinten is, hogy mindenkitől kapjunk egy példát. Ez valami, amit megtettünk. Tehát mit tudom én, hogy lehet, hogy csinálok egy bizonyos cselekedetet, és akkor oké, mi a szándékod? Attól a pillanattól kezdve én megpróbálom ezt építeni, és akkor egy bizonyos felelősséggel, egy bizonyos felelősség jelenik meg. Igen, én is szeretnék azonnal eljutni egy olyan csoporthoz, ahol mindent meghatároznak nekem, és én tudom, hogy mit kell tennem, és nekem nem kell semmiről gondoskodnom, semmiről gondolnom, csak hogy le kell nulláznom magam, és megadom magam előttük. Még akkor is, hogyha eljutok a Rabbi Shimon Barlangához, a Rabbi Shimon csoportjához, nézem őket, hogy milyen hatalmas, csak ott ülök a homokban, és csak nézem őket, eszegetem a bogarakat, és ők, mit tudom én, ez, mivel nem rendelkezem az edénnyel, a helyes edénnyel, hogy lássam, hogy mennyire hatalmas ez a csoport, ezek a barátok mennyire hatalmasak, ezt nem tudom, csak is akkor egyezik bele az egóm abban, hogy lealacsonyítsa magát, és hogy azt tegyem, amit őt akarnak. Ezért van az, hogy annak érdekében ezt lássuk, érezzük, nekem bele kell fektetnem, hatalmas erőfeszítést kell belefektetnem a barátokba, annak érdekében, hogy tovább lépjünk a barátok, hogy lássuk, hogy milyen hatalmasak a barátok, hogy képesek legyünk megkapni tőlük, és hogy képesek legyünk megérteni, hogy a csoport a legszükségszerűbb dolog számunkra, hogy mi spirituális haladásban legyünk. Ezért van az, hogy ez mindez a személyen múlik. Tehát először is a személyen múlik, aki beépült a csoportba, annak érdekében, hogy adakozzon rám egy ilyen módon, és megtaláljuk a helyes szándékot. Minden, amit mondani akartam, azt már a többiek elmondták, de előbb-utóbb ebből az következik, hogy a szeretet a csoporttal szemben az meghatározza a szándékot, azaz nekem nem szabad arra gondolom, hogy képes vagyok bármit megváltoztatni egyedül magamban, másrészt viszont, hogy ezek a változások megtörténjenek, nekem az szükséges, hogy a csoport befolyásoljon engem, azaz most én közelebb kerülök annak a fontossága az, amit az egóm létrehozás egy ilyen állapotban képes vagyok ezt magamon keresztül folyatni, és akkor van a világ, meg minden más. De hogyha én ki akarom szakítani magam emögül az asztal mögül, és akkor látom, hogy milyen hatalmas barátok ülnek ide, Rabbi Shimon, aki egy nagyszerű csoport, hiszen egy ilyen módon, akkor annak érdekében, hogy én lássam őket, hogy milyen nagy barátok, és hogy a Teremtő megjelenjen közöttünk, és hogy lássuk, hogy a Teremtő működik rajtuk keresztül, természetesen ennek eredményeképpen a felső fény az létrehozza ezt a szándékot bennem. Következő. Igen, ez a folyamat, ez dinamikus kell, hogy legyen, ez nem valami statikus, passzív, hanem eljöttem a csoporthoz, valami befolyásolt, nekem ennyi, hanem amikor a mértékben én erőfeszítést teszek, amikor a mértékben én részt veszek ebben, hogy rendelkezek egy bizonyos nagysággal, akkor képes vagyok részt venni ebben, mint ahogy én befolyásolom a csoport befolyásol engem, és én tudom, hogy amikor én eljutok a csoporthoz, akkor én tudom, hogy ez nem a magam számára, akkor kinek a számára? Ezért fektetek be, ezért kell nekem erőfeszítést tennem és dolgoznom is. Csak is ezek után mondhatom azt, hogy nincsen más lehet a kívül, azaz, hogy ez mind meg van határozva a cselekedeteimen keresztül. Ami megkülönböztet a között, hogy mi történik közöttünk, és mi történik az Enzo világában, hogy itt 9 játékos van, akik egy helyes megközelítéssel rendelkeznek, amit a Teremtő adott mindegyiknek egy szerepet, és segíti őket, hogy változzanak. És akkor ennyi. Tehát ezért van az, hogy ők kifejezetten megmutatják nekem, hogy még nem teljesek, nem tökéletesek, hogy én képes vagyok én magam megváltozni, és akkor ez fontos, hogy aláírjuk ezt a szövetséget, és akkor ilyen módon látjuk magunkon keresztül, hogy ők támogassanak engem, amikor ezt látják, és akkor előbb-utóbb minden hozzám kell, és akkor látom, hogy ez a 9 másik ember ez hatalmas szerepet játszik, és akkor ennek megfelelően nekem is meg kell változnom, ennek alapján meg kell változnom, mert folytatjuk tovább. A szövetség az, amikor mi cselekszünk, és akkor mi aláírjuk ezt a szövetséget, és akkor eljátszuk ezt, hogy mindegyikünk az rendelkezik a szándékkal, amit minden egyes cselekedet előtt megtart, és akkor ebből az egyszerű féltékenységből, amelyen keresztül a személy valóban elkezd sóvára
maradni erre, és akkor keresztül megyünk ezeken a cselekedeteken, mint ez a kilenc játékos, én is hozzá hangolom magam, aláírjuk ezt a szövetséget, és akkor a változások elkezdenek működni, amelyen keresztül a szándékunk a természetünké válik, hogy már a szándékban élünk. Oké, tehát nagyon sokat beszélünk erről a szövetségről, hogy ez mennyire szükséges, és az összes probléma a világban, hiszen azok egy bizonyos harmóniába akarnak kerülni, ami lehetetlen. És ezek az emberek, akik építenek, megértik, hogy holnapra minden leomlik, mint azt olvassuk. A harmónia ez a módszerben van, ez valami új vágy, amely megjelenik a közöttünk levő viszonyban, és akkor ezért van szükségünk erre a szövetségre, az egyezésre, hogy hogyan cselekedhetünk, hogy mi az, amit teszünk, annak esetében, amikor egy új vágy ébred föl. Én is leírtam ezt a kérdést, ugyanezt az idézetet, amiről arra beszélt korábban. Ő azt kérdezte, hogyha minden rajta múlik a csoportban, akkor képzeljük el a barátokat, hogy ők milyen nagyok. Ezzel képesek, akkor miért van szükségünk egy szövetségre? Nekem szükségem van a szövetségre kifejezetten azokra az állapotokra, amikor én nem vagyok képes őket nagynak látni, és kifejezetten akkor az összefoglalja, akkor az összeolvad, amikor én őket nagynak látom, és magamat kicsinek látom. Amikor én egy emelkedésben vagyok, és amikor egy nyersesség jön meg én, és én lezuhanok, és bezuhanok az aviódba, és akkor kifejezetten erre az időre szolgál a szövetség, a brit, vagy Soyuz. Ezért kell állandóan emlékeztetnünk magunkat arra, és itt van szükségünk a barátokra, hogy figyelmeztetjük egymást. Nem csak egy szövetségre van szükségünk, hanem az árvútra van szükségünk, kölcsönös garanciára. És emlékeztetjük magunkat egy állapotra, amikor felfedezzük magunkat, hogy csak egy fadarab vagyunk, vagy a felmosorony, és az egyetlen dolog, ami szükségünk van, hogy oda kusszunk, mászunk a központba, mit tudom én, a konyhába, vagy felmossunk, csak valamit csináljunk, és akkor oda kusszunk, oda vonszoljuk magunkat, és akkor látjuk, hogy elkezdjük érezni, hogy ez hogyan ébreszti fel a vágyakat, vagy az érzéseket, mint hogyha ez a halott testtel kezdene megint mozogni. Ez megtörténik, ahogy azt mondtuk korábban a csoportban, ott van ez a három állapot mindig, és amikor mi egyenlők vagyunk, akkor elkezdjük megérteni, hogy nekünk szükségünk van egymásra, és akkor aláírjuk a szövetséget, hogy rendelkezünk ezzel az atmoszférával egymás között. Ez egyszerűen szükséges, és amikor mi már ide jutunk, akkor mi el vagyunk kötelezve arra, hogy dolgozzunk, és akkor, ahogy ezt a barátok mondták korábban, egy új resimó jelenik meg megint. Ez nem egy statikus állapot, hanem egy dinamikus munka, amit úgy nevezünk, hogy a háború a gonosz halom ellenében. És akkor mi támogatjuk ezt, azaz jön egy harmadik partner a felső erő, amely segít minket ebben. És hogyha mi már arról a tényről beszélünk, hogy szükségünk van a csoportra, hogy felébresztjük a csoportot, hogy a csoport cserébe felébreszem minket, akkor itt van egy nagyszerű eszköz erre, mondjuk azt, hogy kibérelünk egy épületet, anélkül, hogy döntést hoznánk a barátokkal, hogy, és akkor majd látjuk, hogy mekkora mértékben ezt menedzselnünk kell. Akkor azonnal látjuk, mindezt, amit korábban nem láttunk, akkor azonnal elkezdjük ezt látni. Ez egy nehéz út, de ugyanakkor nagyon tiszta, és nehéz út, de mégis úgy tűnik, hogy egyszerű. Rav. Oké, tehát mi a támogatás szükségszerűségéről beszélünk, ugye? Tehát a törvény, a kölcsönös függőségnek a törvénye, hogy függünk egymástól. Ez egy nagyon érdekes törvény. Én nem akarok válaszolni senkinek, mondja rá, én nem akarok senkitől függni, kifejezetten magam számára. Tehát ez az, ahogy én létre lettem hozva. Ez az, ahogy ezt mondtuk a Zohar könyvében is, hogy menjetek, akihez teremtettiteket, hozzáforduljatok a kérdésétekkel, válaszoljatok, és ne pedig magatok számára. Mi azt gondoltuk, hogy én majd magam, persze, hogy nem magam. Tehát én nem neveltem magam, ez is tovább is tudom. Tehát a személy meg akar szabadulni a felelősségektől. Őnek igaza van ebben, hiszen mi egy egoisztikus világban vagyunk, ahol mindenki egyedül van, mint hogyha mindenki egyedül lenne.
Tehát én nem akarok másokért válaszolni, másokért felelősséget érezni, és igazából nincs is ilyen dolog, hogy valaki másokért felelős lenne. Esetleg a szülők a gyerekekért, de általában mi nem lettünk másokért felelősek. Tehát általában megpróbálunk olyan függetlenek lenni, amekkora mértékben csak lehetséges. Én nem érzem a többieket, hogyan lehetnék én képes felelős lenni másokért. Mi mindannyian különbözők vagyunk, minden leváltunk egymásról. Tehát mindez az önzőségben van, és ez teljesen helyes. De az altruizmusban ez a szabály, ez teljesen ellentétes. Ez a szabály az altruizmusban, ez egy kölcsönös felelősség, egy teljes kölcsönös felelősség. Mindenki felelős mindenki másért. Nem számít, hogy ki csinál mit, hogy ki befolyásol ki, hogy kinek történik milyen, semmit nem számít. Nem számít semmi, hogy ki mit csinál, vagy mi történik. Hiszen mindannyian egy rendszerben vagyunk, egy integrált rendszerben, és meghatározzuk mindenkinek az állapotát, és itt nincs kérdés, igazából nincs kérdés, hanem igazából nincs semmi, amit tehetünk, de ami a legfontosabb az, hogy ebben a szövetségben, amit nekünk, amire aspirálnunk kell, ami saját magunknak, az egoisztikus állapotunkból kell aspirálnunk, a teljesség, tehát a kölcsönös felelősség hiányában, azaz, tehát hagyjatok engem békén, menjetek el tőlem, tehát nekünk aspirálnunk kell egy olyan szabályra, hogy teljes kölcsönös felelősséget érünk el, teljes kölcsönös egymástól függőséget, teljesen mindenki van a csoportban, mindenki felelős mindenkiért, mindenki felelős mindenére, teljesen egyenlő kölcsönös felelőssége, mindenkinek egyenlő felelőssége. Teljesen mindegy, hogy ki csinált mit, teljesen mindegy, hogy ki mit válaszol, ez a törvény, ez a teljes kölcsönös függőség, teljes kölcsönös felelősség, egy egységes integrált rendszerben. De a legfontosabb dolog az, hogy mi vágyunk arra, hogy egy ilyen rendszerben legyünk, ahol valóban mindenki mindenkiért felelős, és mindenki egyformán részt vesz ebben. Nos, ez helyese, vagy sem? Oké, igen. Igen, mondják. Bárki, esetleg bárki ellenkezik. Nos, akartok valamit mondani? Tehát akkor hogyan aspirálunk erre az állapotra? Oké, beszéltek erről. Beszéltek erről, válaszoljátok meg, hogyan aspiráltunk erre, hogy valóban tényleg mindenki mindenkitől függjön, mindenki mindenkiért felelős legyen. És mindenki milyen boldog, mindenki hatalmas boldogságot érez. Oké, kezdjetek bele, képzeljétek el ezt az állapotot, hogy az én életem a másiktól függ, és az övé pedig tőlem. És külön-külön semmire nem vagyunk képesek. Oké, ahol mindenki felelős mindenért, mondja Musi, és amikor valami történik, akkor nyilvánvaló ez jó. Amikor létezik, de amikor senki nem felelős, akkor viszont nem jó, hogyha valami történik, mert tudjuk, hogy készforduljunk. A gyakorlatban, mondja Rav. A gyakorlat azt jelenti, hogy jussunk el egy kölcsönös garanciához, mondja Rav. Ez a beszélgetésünk célja, ez az első leckének a célja. Hogyan juthatunk el egy kölcsönös garanciához? Ugye ez volt a kérdés. Tehát igen, ez valóban nehéz számunkra, hogy elképzeljük magunknak egy ilyen állapotot, egy ilyen kölcsönös felelősséget, hiszen a világunkban mindenki saját magáért felelős. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy mindenki magáért felelős, és mindenki saját magát káromolja vagy vádolja. De hogy megértsük ezt, hogy érezzük ezt, hogyha valami történik, akkor mindenki felelős ezért, ez valóban nehéz ezt elképzelni, mint amikor megkaptuk ezt a példát a cselekedetről, hogy valaki csinál valamit, ami felébreszt az egész rendszert, és az egész csoportot felelőssé teszi. Ő ment és csinált valami cselekedet, és most én vagyok a hibás, hogy valaki hülyeséget csinált, hogy valaki nem tudta a szabályokat, hogy valaki nem a helyes szándékkal cselekedett. Hogy lehetek én ezért felelős? Én azt hiszem, hogy mi csak kérhetjük ezt, hogy érezhessük, hogy megkapjunk egy ilyen állapotot, hogy megkapjunk egy ilyen érzést művileg. Csak
erre lehetünk képesek. Ez elhoz minket a következő állapotba, azaz nekünk látnunk kell a cél, hogy mit érünk el ezáltal, mit érünk el ezen keresztül, miért van erre szükség, hogy milyen módon szabadulhatunk meg az önmagunk iránti aggodalomról, hogyan érezhetjük ezt a valódi egyenlőséget. És akkor ennek megfelelően felszabadíthatom magam egy még magasabb szintű szintet. Igen, tehát kezdetben a vágyam azt akar, hogy mindenki felelős legyen, értem, és én nem akarok senki másért felelős lenni. Ez a kezdeti állapot, ez a fajta élet. Ez nagyszerre persze, akkor azt csináltok, amit akarok. Senki nem kérdezhet tőlem, hogy mit csinálok. Nem érzek felelősséget, és nem lehet engem károsítani semmi. Ez egy nagyszerű állapot. De ez csak akkor érhető el, amikor én összekapcsolódtam ezzel a rendszerrel egy integrált elemként, amely felelős ugyanúgy mindenki másért. Csak akkor juthatok el az állapotba. Hogyan lehetek erre képes, hogy érzem azt, hogy felelős vagyok mindenkiért? Tehát először is a csoport befolyásol minket egy olyan módon, hogy akkor mi teszünk valamit a csoport ellen, nem ellenükben, de mit tudom én, nem helyesen, vagy nem tartom meg a felelősségemet, akkor azonnal érzem a szégyent, hogy érzem azonnal, hogy vissza, és akkor nem akarok többé szégyent érezni, tehát akkor vagy elmenekülök, vagy félek, hogy nehogy még egyszer hibát kövessek el. Tehát akkor ez már egy korrekció. És akkor egy ilyen módon fokozatosan a csoport befolyásolja a szemét, és akkor felfedjük magunkban ezeket a vágyakat, állapotokat, amelyek látszólag hibásak, vagy nem helyesek. Tehát akkor nem használjuk fel ezeket a vágyakat, vagy a vágyakat a csoport érdekében használjuk fel, csak a csoport érdekében. Tehát vagy megszültest végzünk, vagy elmenekülünk, vagy pedig a csoport érdekében dolgozunk, és akkor így eljutunk ez a kollektív, kölcsönös felelősséghez. Igen, mondja a következő. Nos, esetleg itt még ez az érzés, ez a kölcsönös, tehát gondolkodtunk ezen, hogy miről is beszélünk, hogy képzelnünk ezt ilyen materiális cselekedeten keresztül, amikor erről beszélünk, hogy szándékok, vagy elegedettséget adjunk a teremtőnek, vagy adakozás a teremtőnek, vagy felelősek vagyunk egymásért, és akkor képesek vagyunk ezt megvalósítani valami materiális cselekedeten keresztül, és akkor tudjuk, hogy bárhogy is forgatjuk ezt, és nem tudjuk, hogy mit csinálunk, akkor ez mégis valahogy megjelenik a környezettel szemben. De igazából ez az első lépés, amin keresztül kell menjünk, annak érdekében, hogy kérhessük a teremtőtől, hiszen én a teremtő segítsége nélkül nem vagyok képes semmilyen cselekedetet végezni. És ez a gondolat, hogy felelős vagyok, hogy ez a gondolat a cselekedeté a környezetben, csak a környezeten keresztül tehetem ezt meg. Oké, tehát a külső cselekedetben, a külső világban, amikor ezt megkaptuk, akkor kényelmetlenül érezzük magunkat. Akkor jó lenne, hogyha képesek lennénk, és mi nem érezzük ezt az élvezetet, amit érezhetünk ebből a felelősségből. Nekünk egy csoporton belül éreznünk kell ezt a szükségszerűséget, hogy megszervezzük magunkat, tehát hogy érezzünk valamit, amit nem lennénk képesek a csoporton belül egyébként megtartani. Hogy érezzük ezt a kölcsönös felelősséget, hogy megpróbálunk tovább lépni, megpróbáljuk felfedni ezeket az új állapotokat, és ahogy eljutunk ehhez a... Tehát itt megjelenik egy kérdés, hogyan aspirálhatunk erre. Az első lépés ez a csoporton belül, és akkor kezdjük ezt kivetíteni az egész életünkre. Igen, a lényeg az, hogy ez egy törvény. Akár akarjuk, akár nem, ez egy törvény, amit létezik. És ez a kölcsönös felelősség, ez egy törvény, csak egyelőre még nem értjük ezt, nem látjuk ezt, de amikor nézzük a helyzetünket helyesen, akkor mindenki felelős. Tehát ez valami, amit felfedünk egymás között, és akkor fel kell fedezzük egy olyan módon, ebben a térben, ahol már képesek vagyunk ezt valahogy befolyásolni, a 600 ezer lélek, az képes befolyásolni egymást. Az emberek azzal a szándékkal, hogy elégedettséget adnak a teremtőnek, az egész csoport elkezd összegyűlni, összeáll, az összes bolygók, csillagok, mint felelősek egymásért. Az egész természet az kölcsönösen felelős önmagáért. Tehát el kell kezdjük ezt a minimális formájú adakozást.
minimális adakozást. Én folytatom tovább. Tehát ez a törvény, ez valóban egy törvény, tehát logikusan meg kell értsük, ez egy törvény. Milyen fajta törvény, milyen fajta munka ez? Ez a munka egy ember egy szívvel. És ez valami olyasmi, ahova el kell jussunk, és hogy ez valóban kölcsönös felelősség legyen, és ne pedig kölcsönös felelőtlenség. És ez hogyan történt meg? Nos, ezt fel akarjuk fedezni. Ez valami olyasmi, ami a könnyedtől a nehezebb fele történik, hogy nézzük a barátainkat a szíven tartó pontokon keresztül, és akkor már nem látom ezeket a testeket. Azonjék persze tökéletlenek, hanem valóban elkezdjük őket látni, mint hatalmas vágyak, hatalmas célirányos vágyak, amelyek felemelkednek erre a törvényre. Hogyha mi képesek vagyunk ezeket nézni a szíven tartó pontokon keresztül, akkor látjuk, hogy mekkora mértékben ezek akarják ezt. És akkor ezt nevezzük úgy, hogy én nézem őket, és a szándékot látom rajtuk keresztül, és nem a cselekedeteket, hanem csak a szándékokat látjuk. Valeria, aki kibérelt ezt a termet, neki is a szándéka arra volt, hogy a csoport ide eljusson ebbe az egyetlen szívbe. Ez az ő szándéka, hogy a csoport ide jusson ebbe az egyetlen szívbe. És most akkor ebben a beszélgetésben én hallottam, hogy valami, tehát amiről beszélünk, a kölcsönös garancia, ami egy szabály, ami egy törvény, hogy ez valami olyasmi, amit én meg akarok kapni, amit én el akarok fogadni magamra. Amikor mindenki felelős mindenkire, amikor mindenki felelős számomra, akkor nem kell aggódnom, képes vagyok a csoportért dolgozni szabadon, hiszen mindenki gondoskodik rólam. De a probléma az, hogy a kölcsönös garancia az magával hoz egy kölcsönös függőséget, és ez már egy bonyolult téma. Tehát a kölcsönös felelősség és a kölcsönös függőség minden oldalról körbe vagyunk véve. Igen, következő. Most megértem, hogy igazából nem értek semmit. Azt értettem meg, hogy nem értek semmit, hiszen egyrésztről itt van a kölcsönös garancia, amely megtölti a megszerző edényeimet, és akkor én már nem használom fel azokat, nem aggódom értük, és másrésztről pedig az ár volt először a maxom, aztán a tóra elfogadása, meg a tóra átadása, és akkor a kölcsönös garancia. Tehát igazából nem tudjuk, hogy mi ez, vagy hogyan is történik ez, hiszen a cimcum alef után miért kell nekem éreznem ezeket a megszerző edényeket, miért kell ezekkel még tovább foglalkozom. Tehát mi igazából, amiről beszélünk, ez valójában ez valami fajta klipa, vagy nem is tudom, miről beszélünk, mondja a srác. Következő. Oké, tehát itt van egy kérdés, hogy hogyan akarhatjuk ezt a valamit, hogyan aspiráljunk. Rav. Oké, tehát drága barátok, van még egy kis ahisén a felgyorsulás, hiszen 5 percünk van, és van még egy kérdésem, mielőtt megyünk étkezni, meg mindenfajta más dolgok történnek, tehát 5 percünk van hátra. Tehát hogyan fedezhetjük föl egymás között magunkon belül az önzőt, mint ahogy bemerülünk magunkba annak érdekében, hogy kiássuk ezt, hogy felakasztjuk őt, hogy úgymond, hogy kihúzzuk ezt valami csipesszel, vagy én nem tudom én, hogy megtisztítjuk, tehát hogy kitisztítjuk, vagy kisikáljuk el, hát tudjuk, hogy mi ez, oké. Tehát, hogy hívjuk úgy, hogy valami bottal kipiszkáljuk, oké. Tehát hogyan tudjuk kiásni ezt az egót? Egy ásó, nem ásó, hanem mint egy valami kés, egy ilyen kaparó, hogy kikaparjuk ezt az egót. Tehát hogyan tudjuk ezt? Ez egy bizonyos eszköz, amit most keresik a nevüket. Oké, hívjuk úgy, hogy a puti kés, amit gondolom, nem mindegy. Tehát egy késre kikaparjuk, hogy felfedezzük ezt az egót bennünk, tehát már tudjuk, hogy ilyen fedezzük fel, és akkor most próbáljuk meg, hogy szépen kimegyünk az utcára,
tisztelt, hogy helyesen reprezentálják magukat. Tehát miért van erre szükségünk? Miért van erre szükségünk? Hogyan lehetünk képesek valóban megragadni ezt, és hogy azonnal utána visszatérjünk a helyes, tehát ezt megpróbáltátok, az ego hogyan működik? Oké, próbáltak. Tehát, hogy mi elkezdjük egy ilyen módon felfedezni a saját természetünket. Hogy ezt felhozzuk a felszínre, és hogy esetleg kezdjünk vele valamit, tehát hogy kihozzuk a mélységről. Tehát, hogy a körbevevő fény ráragyogjon, és egy korrigálja, de a legfontosabb, hogy felfedezzük azt. Tehát a csoporton belül, Hogyan fedezhetem fel saját magamat, amikor a mértékben képes vagyok a többieknek megadni a lehetőséget, hogy ők is képesek legyenek rajtam dolgozni ezzel a késsel, hogy belém mélyedjenek, hogy kivágják belőlem ezt az önzőt. Csak képzeljük el magunk számára, hogy milyen szintiszta, tiszta csoportot kaphatnánk belsőleg, hogyha valóban kihúznánk egymásból ezt a gonoszt, ezt a önzőt. Tehát hogyan lehetünk képesek viselkedni, hogyan viselkedjünk a törés, vagy a szünet során, az étkezés során, amikor most kimegyünk és sétálunk egy kicsit, és hogy legközelebb... Nos, tehát most ez Moszkvában 1:10 van, és tehát ez alatt a 2 óra alatt próbáljunk meg, vagy 1 óra alatt próbáljuk meg megtanulni magunkat, tanulmányozni magunkat, hogy mekkora mértékben a szándékunk, hogyan működik, hogy hogyan tudjuk fenntartani ezt, megtartani ezt, hogyan az egónk hogyan akar letéríteni minket. Tehát mint amikor csinálunk valamit, és valahogy, mint hogyha félretérít minket. Ez hányszor történik meg? Tehát az igazság az, hogy az ilyen emelkedések és a zuhanások később szintekké válnak. Tehát ezek várnak a szintekké, amelyeken keresztül növekszünk. Tehát kifejezetten ezekből a személy fokozatos növekedése ezeken keresztül történik. Tehát próbáljuk meg ezt felépíteni magunkon belül, ezt az Ádámot. És akkor az mint a tik-tik, megint egy kutyává válik, vagy egy szamára válik, vagy valami más. Aztán megint hirtelen, opá, egy pillanatra emberi válunk. Aztán megint visszazuhanunk egy szamára vagy kutyává. És ez ugye történik állandóan. Tehát próbáljuk ezt megcsinálni, próbáljuk meg ezt a gyakorlatot végezni a szüneten keresztül. Ez egy nagyon jó gyakorlat. És gondoljunk arra a tényre, hogy mi mindannyian közösen együtt csináljuk, mindenki saját magán belül, és teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, hogy mosolygunk, nevetünk, sírunk, teljesen mindegy, mit csinálunk, de belül mindenki ezen dolgozik. Mi megpróbáljuk ezt magunkon belül csinálni, ezt a gyakorlatot. Mi majd látjuk, hogy még azok a feltételek, még a feltételek, amelyeket létre kell hoznunk egymás között a közösségünkön belül. Oké, beleegyeztek, egyetértetek? Oké, egy pár férfi azt mondta, és mindenki más csendben van. Oké, még egyszer. Igen, mondják, oké, taps, taps. Nagyszerű, mondja Rav. Oké, tehát az igazság az, hogy nagyszerűek vagytok, és valóban keményen dolgoztatok, nagyon komolyan dolgoztatok. Én nem hittem volna, hogy ilyen gyakorlatokat tudunk végezni az Arvuton keresztül. Előtt áll a második fele, és utána lehet majd kérdéseket kérdezni, tehát majd kérdezzetek utána a második, a következő leckétől kezdődően én a szolgáltatokra állok. Mi más? Tehát próbáljátok emlékeztetni magát egymást, hogy ne felejtsétek el azt, amit összefoglaltunk egymás között, hogy ne felejtsétek el. A legfontosabb számunkra ez, hogy megragadjuk ezeket a feltételeket, az árvút feltételt, és akkor azonnal elkezdjük megkapni a fényt. A minden lehető legjobbakat, mondja Rav. És most zene. Oké, zene. És utána, jól tudom, csak 1 órás szünet van, nem tudom miért 2 órát mondott Zohár, mert az én programom szerint gyakorlatilag 1:15 van a következő Yeshivat Haverim. Tehát ennyit tudok nektek mondani. Úgyhogy valószínűleg találkozunk 1:15 múlva, addig szünet, étkezés szünet. Tehát a programom szerint 14:35 moszkvai idő szerint a következő lecke, ami azt hiszem, hogy 12:35 magyar idő szerint. Nem
Дай нам силы быть.